True. Ja, nem Lawsgate. Ja, jó, akkor összekevertem. Lawsgate az, az, amit tegnap kap. Már mind mi? Már megint? Isteni! Na, nem direkt volt, na. De, hát na. Mindegy. Érdekes. Érdekes felvetés. Nem tudok rá mit mondani. Nálam megint nem megy a kép amúgy. Ja. Tudom, nálam se. Mármint nálam, de majdnem nem. Ennyit van az a játékot szerintem, hogyha, mert azt még elfelejtettem. Hol van a... Ja, megvan, jó. Végig kell követnem a kábelt, hogy hol a kontroller. Hapcsi. Köszönöm. Ezt áttesszük ide. Nem mondod, hogy megint van a felbontási hatás. És a picsám megint van. Itt idő van. Na nézzük, hogy mi ez. Tehát ez a Silent Hillnek a magyarosított változata. Remélhetőleg nem lesz jó. Mindjárt megnézzük. Mindjárt kiderül. Üdvözlöm mindenkit. Remélem a hang jó lesz. Én nem nyúltam hozzá tegnap óta, hogy csak jó lesz. A kurva fajta. Remélem tegnap is szar volt. Aha. Az a legjobb, amikor ez van. Ügyes voltál, magyar. Működik? Na megint baszakodik ez a fasz, vagy most mi a fasz van? Kimaradunk a kurva logókból, te gyökér! Á, ez így nem jó. Kimaradtunk a logóból. Mindjárt újraindítom megint, várjál. Az Isten itt, mi van ezzel a fossal már? Olyan, hol is? Hol is ez? Legyékenyebb monitorom a világon. Ja, hogy ez lehet, hogy azért nem volt jó, mert... Ó, értem már. Azért nem tudtam gyors újraindítani, mert neked küldöm a képet. És ugye rá kell kattintanom a disable-re, az nem elég jó, hogyha csak rányomok, hogy nem látom, és aztán látom, és akkor tud újraindítja, mert nem kapcsoltam ki a nézetet, mert ugye te láttad. Ezt elfelejtettem, hogy már capture-t küldöm. Jó, oké, most már jó lesz. Most már jó lesz. Most már tudom, mit csinálok. De én nem tudtam. Mit? Na? Léci? Léci, működj. Jó, oké. Pillanat? Oké, tökéletes. Elkaptuk pont ezt a pillanat. A játék a nyugalom lófaszára meg... baszása. És ide raktak egy... Összerakták ezeket, és csak ültem a retrohun, ide raktak egy új kis képecskét. Ez az magyarosított PS1 játék.
Racing van csak benne, Ray nincs. Ray nem érte rá. Kurva életben. Kiszaladt, vagy ki szorult a... Ilyen rettentő vonzó csöcse volt ott a hölgy. Aki fél a vértől, az még jobban fél magától a dologtól. Várja, lehet összekevertem a... Lehet, egy némi franchise tévesztés van. Lehet. Volt valami szöveg az elején, ami magyarosítva volt, de nem... Nem volt időm elolvasni. Nem tudok olvasni igazából. Nem az, hogy a... kábítószer hatásai... ...ra... képsorokat tartalmaz? De lehet az volt, az igazad lehet. Az opciók, ez nagyon tetszik nekem. Ugye? És ez egy gyakori jelenség lesz, mert a igen, az ékezetes betűk azok bizony ilyenek lesznek. Ami kiváló. A büdös Isten feszed. Na, ilyen nem mondom. Elnézést kívánok. Úgy értettem, a büdös kurva Isten feszed. Mindjárt jó. Nagyon bezabáltam, gecsek fog tökleni. Szóval, ja. Kicsit széjjelebb van nyújtva talán a játék, ugye miért haljáték vagy NTSC-ben. De jó az. Jó az, falura. Mi baj lehet? Nem is tudom, hogy én ezzel egyáltalán játszottam. Nem játszottál vele? Pedig egy kedvenc Silent Hill játékom. És valamiért a nullából csináltam egy szövégjátszás, és fingom sincs miért, nem tudom. Nem is szeretem ezt a játékot. Akkor valószínűleg ezért. Lehet. Csináltál már végig egyszer a játékból, amit szeretsz? Most egy jobban belegondolok. Nem. Ugye, nem, ugye? Nem. Mondd azt valamit. De több hát ending is van benne. De szerintem kezdjük a... Hát szerintem legyen a jó plusz, és akkor abból a legtöbbet talán meg tudjuk nézni. A legtöbb átvezetőt, meg feliratot, meg minden szart. Jó. Azt mondja, hogy... Itt át kell állítani a nyelvet magyarra. Miért? Mert alapból angolul indulna. Mert valami más nyelvet cseréltek a magyarra, azt hiszem. Ja, aha. De fura. Van itt egy rejtett opció. Sétafutás Ford. Szeretjük a Fordot. Ki az nincs benne sajnos, csak ki. De, ja. ez van, mély lehet... só. Igen? Ez... Meg lehet ölni magam? Nem tudom, még megpróbálom. A vérszínét át tudjuk állítani. Lehet normál, zöld, lila, fekete, normál, zöld... Ja, nem volt. Milyen miért színű nem lehet legyen? Citromsárga? Ez sajnos, igen, nem, az nem nincs. Nem tudom, emberek vérét is ontod ki benne sokszor? Többnyire nem. Feltűnően. Hát, vagyis hát lehet, hogy azok csak mi behalúzzuk, hogy ilyen szörnyetegek. Érdekes. A fekete elég fancy hangzik. Nagyon fekete? Ja. Ez ilyen nagyon inuyasás. Oké. Okay. Jó. Gomba kiosztás. És hát ez nagyon nehéz játék, úgyhogy könnyű fog játszani, mert... Mert itt igazából tehát úgy működik ez a játék, hogy végigjátszod egyszer egy nehézségi szinten, aztán hogyha jön a következő végigjátszás, akkor az már automatikusan a nehezebb szinten van, tehát az egyen nehezebben. Tehát hogyha több endinget is meg akarok nézni, akkor muszáj vagyok így egyszerűbb. Nyomom úgy csak, mert haj vagyok a játékban. És ez egyre mindig fokozatosan nehezedik? Nem, legnehezebb, tehát a nehéz a legnehezebb. Ja, aha. Legnehezebb a legnehezebb. Szóval
Igen. Harald Mason, kőműves Harald, ugye, Harry Mason. Kőműves Harald felébred a EP-ben, amit az előbb összetört, az intróban, amit láthattunk. Cheryl, merre vagy? Különös. Túl csendes. Olyan akár egy szellemváros. Biztos, hogy nem. Cheryl. Ez eddig az elemvék. Hát, ki van ott? Miért? A elemvékben is a lánya volt a felesége, vagy mi? Hát azt nem tudom, de ott is úgy indul, hogy összetöri az autóját, és ott kell föl, hogy hello, összetörtem az autómat. Ja, de az egy rémálom volt, nem? Hát az egész játék egy rémálom. Cheryl, az ott egy Cheryl? Úristen. Az ott egy Cheryl, az ott egy az Cheryl? Egy az. Hová mész? Hey, wait! Hey, várj, állj meg! Állj még. Most ráadtam volna kávét, mielőtt elkezdjük ezt a fest. Hát csinálsz majd most is. Egy cigizhettem is volna. Hát... De már fekszek. Ja? Akkor hagyjuk a picsába. Szóval, ha nagyon sokáig nagyon nem reagálok, akkor tényleg egy bealudtam. Kajakóma miatt. Kajakóma. Kajak. Ez nem is fekete. Ja, tényleg megnézhetjük a véret. Nézzük meg a véret, hogy mi történt. Istenem, mi ez? A faszért lehet átállítani, ha nem is állítódik át. Mert ez csak akkor, hogyha mi megtámadunk dolgokat, azoknak a véra lesz más színezetű. Ez furcsa, mintha sötétedne. Több, mint a semmi. Hopp. Nagyon dezorientáló ez a kamera. Szent ég! What's going on? Mi folyik itt? Menjünk innen. Oh! Szopik a seggemet. Lehet belőle étkezni? Szopik a seggemet. Ez a Wakanda emberek? Olyasmi. Igen, a PAL verzióban ilyenek. A NTSC verzióban kicsit mások az amerikaiban. Ott kövérek és fegyverük. kis mobility scooterrel jönnek. Néni, hello. Csókolom. Rá tetszik érni pénteken? És tényleg olyan, mint az elemék, ezt innen lopták, mert ez is csak egy álom volt. Csak álmodtam? How do you feel? És ez is egy diner. Hogy érzed magad? Néz ki. Az. Mint akin áthajtott egy kamion. De jól vagyok, azt hiszem. I'm alright, I guess. Glad to hear it. Ez jó hír. You from around here? Ide valósi vagy? Elárulnád, hogy mi történt? Wait a second. Egy pillanat. Just a tourist. Csak egy turista vagyok. I came here for a vacation. Vakációzni jöttem ide, épp hogy megérkeztem. Egyelőre jó. Felirat. I don't know what happened. Hogy mi történt? I'd like to find out myself. Az engem is érdekel. Nem rossz. Nem, I guess jó. Have you seen a little girl? Nem láttál egy kislányt? Just turned 7 last month. Múlt hónapban lett 7 éves. Rövid fekete haj. My daughter. Hosszú fekete haj. Az én lányom. Sorry. Sajnálom. The only person az én lányom, sajnálom. Egész városban te vagy az egyetlen, akit láttam. Hol lett mindenki? Nem mondanám, de sejtelmem sincs. But from what I can tell, ami biztos, hogy valami rendkívüli történt itt. That's all I know. Történik itt. Inkább ennyit tudok. What's your name? Hogy hívnak? Harry. Károly. Tony Kipriani. Harry Mason. Kövöves Károly. Kövöves Károly. Sybil Bennett. Bennett civil. Én egy rendőrtiszt vagyok a szomszédos városból, Brahamsból. A telefonok is. Az adóvevők is süketek.
I'm going back to call in some reinforcements. Hogy? Visszamegy a városba, úgy érti? Ja, hogy fizikailag visszamegy. Várj! Mit gondolsz, hol mész? My daughter. A lányom? Meg kell őt találnom? Ezt kérdezed, hogy mondod? No way. Az kizárt. Veszélyes odakint. In that case, akkor jobb, ha sietek. Cheryl az én kis lányom. My little girl. I can't just leave her up there by herself. Magára csak úgy odakint. Have you got a gun? Van nálad fegyver? No. Nincs. Take this. Fogd. És imádkozz, hogy ne kelljen használni. Now listen to me. De hallgass ide. Before you pull mielőtt the trigger, tüzelnél, tudd, hogy kire lősz. And don't do it és csak végszükség esetén használd. And don't go blasting véletlenül se lyukasz ki vele. What? Got it? Vetted? Yeah, thanks. Igen, köszönöm. Hát igen, ez Amerikában így működik. I'll be back with help as quick as I can. Rendőrtiszt ad neked egy fegyvert, aztán mennyi. Nyilván most, hogyha éppen otthon hagytad az AR-15-edet, akkor nem tudsz valamit csinálni. Yes, you do. Meg lehet bakni a rendőr nénit? Itt van az inventoring. Mert van két fegyvered. Aki lehet választani a fegyvereket. Nem, az csak mutatja, hogy mi van kiválasztva. Milyen fegyver. Ja, látom, aha. Ez meg az inventoring, csak még nincs, még semmit sem vettünk fel. Na nézzük, van itt azt mondja, hogy találtam egy energiaitalt. Ja, tegyem. Igen. Találtam egy zseblámpá. Eltegyem? Igen. Ne. Itt lehet hagyni. Megtaláltam a lakónegyed térképé. Eltegyem? Igen. Nem, sajnos mindent fel kell venni. Oh. Most ne nézz oda az ablakhoz egyébként. Elrepült ott az a szimpatikus úriember? Találtam egy konyhakés. Eltegyem? Igen. Találtam egy energiaital. Én is. Jó, még itt. Én még nem, de megyek a városba és odafele tuti kurva isten, hogy inni fogok energiaitalt, mert meghalok. A tévé nem kapcsol be. Áramszünet van? Igen. Úgy, de gyors. Úgy, ez nagyon furcsa. Egy rádió meg sem szól. Furcsa, mert az NTSC verzió, vagy ugye a PAL verzióban kicsit talán felgyorsították a futási sebességet, vagy nem tudom. Lehet, hogy nem. Mindegy. Lehet, hogy beképzelem. Egy rádió meg sem szólal. Jó. Egyszerű flippergép. Semmi különleges. Ezt flippergépnek hívják. Miket nem tanulok? What's that? Mi az? Ha? Radio. A rádió? What's going on? Mit csinálja ezt? Sokkal a rádió, meg kell lenni. Nyó, nyó! Meu! Ajaj. Bácsi. Mi a fasz? Három lövés volt csak. Ezt beválom, mi a fene folyik ebből a városban? A kurva ritka, hogy három lövéssel meghal egyébként, csak azért mondtam. Tehát ilyen egy az 500-ban vagy valami ilyesmi. Mitől függ? Teljesen random. Áááá, király. Egy az 500 volt az esély, hogy három találta meghalni. Mégis hol lehet serül? Ezért is lőttem négyet, mert azt hittem, hogy nem fog meghalni. Visszamegyek a sikátorba. Sigáborba. Ó, még a térkép is le van fordítva, beszarok, óváros. De mit látsz? Ja! Nem ma. Tik, menő. Óváros. Ajándék volt. Ajándék volt. Láncsűrész szaküzlet. Elnézést, tessék! Ott van Cutreath. Oda menj! Cut... Micsoda Cutreath? Right? Vagy mi? Cutright. Cutright. Láncfűrész szaküzlet. Balkán templom. Találunk ott pár ez egy albán papot. Hídvezérlő kabin. Boston Market. Queen Burger. Italbolt. Vegyesbolt. Úristen, hát nagyon sok csábító destination van itt. Esküvői ruhaszalon, jó, hát... Na, az főleg. Igen. Mitwitch általános iskola.
Nem tudom, hogy ezt kellene fog, de... És felveszek, ha már itt van. Mert merre van a sikátor? Mert általában oda nem szoktam bemenni. Azt mondja, hogy... itt balra. Okay. Sikátor. És hát igen, a köd az... az... az a klasszikus... Silent Hill köd. PlayStation-on. Mondjuk... PS2-n játszok, nem PS1-en, úgyhogy nem tökéletes, mert lehet, hogy kicsit darabos a távolban ez a... ahogy betölti a... Yeah, lófaszt, az PS1-en kicsit jobban néz ki, de... feature. Nem akartam kiírni CD-re ezt a... játékot feltétlenül, így magyarul. Nem is értem miért. Én se. Ó, dogi. Most már nem tudjuk megnézni, hogy ez mi az. Ja, mindegy. És mindig nem fekete a vér. Hát az a vér nem, de amit lőttem a flapper, az, annak fekete volt a vére. Jobban arra kéne figyelni, mondjuk nem sok mindent fogok én nem megölni, de... Úgy játszol, mint ahogy én Dark Souls azok? Mármint, hogy csak szaladni át mindenem? Igen, elrohadok minden. Vagyis, hát a Dark Souls-szal nem, de az Elden Ringgel úgy csináltam. Az iskolába. Isn't the Cheryl sketchbook? Cheryl füzetében is ilyenek vannak. Mi papírlapok, bazd meg? Az iskolában lehet. Igen, nem tudom, ez kicsit furcsa volt. Bejelöltük. Bazdik, egy füzetlapot nem tudnék megkülönböztetni. Ismerősnek tűnik ez a rajz. Ez én vagyok. Az első kép, amit Cheryl abba a füzetbe rajzolt, amit tőlem kapott az 5. születésnapjára. Igen, felismeri, hogy az ő maga, önmaga. Cheryl. Találtam egy acélcső. Vet. Eltegyem? Igen. Jó. Be tudod törni a saját koponyádat azzal az acélcsővel? Remélhetőleg igen. Csak ezek szerint gondolom ezt így ki lehet hagyni, ha nem mehetsz egyből a suliba. Persze, igen, rögtön mehetsz a suliba. Most hát még nem, mert még van egy puzzle, amit meg kell, hogy oldjunk. Puzzle. De jó, geci, nem bírom, hozok egy kávét. Hajrá. Várjunk valamit, elfelejtek, nem? Ah, oké, okay, megvan, jó. Bemeltünk a vegyesboltba, és igazából nem sok minden van ott, de... nem. Lehet, hogy most kihagyom. Ott nincs semmilyen szöveg, azt hiszem, amit el kell olvasni. És el lehet olvasni. Csak egy csomó ilyen... azért van benne ilyen... energiaital, mint itt ez. Már késő. Nem hallja. Ja, de hallja. Akkor nem. Akkor nem. Vagy ne, lehet, hogy nem, nem hallja. nem hallom. Ja, csak a chatet teszteltem, aztán Ed véletlenül kitűzte az üzenetet. De, ja. Örülök, hogy elgondolkodható lett ez a szavam. Hopsz. Na, felvetünk valami 3 kulcsot.
Az a csendes hegy. Lényeg, hogy mennyire vagy szegedi, attól függően csendes hölgy, vagy csendes hölgy, vagy csendös hölgy, vagy csöndös hölgy. A szegedi leveltől függ. Csöndös hölgy. Á, jó, hogy itt vagy. Ezt most akarom megmutatni az egyik kedvenc mémet, amit láthattál is ebből a játékból, meg sokan láthattak korábban. Hogyha ide jössz ez a kutyaházhoz. Nem-e? Ah, látod, fekete volt a vérem. Szóval itt vagyunk a kutyaháznál, és nézzük csak ezt a kutyaházat. Várjál, hogyha oda tudnék menni elé. Kutyaháznak tűnik, de nem látok kutyát a közelben. Semmi említésre méltó. Nem látok kutyát a közelben. És itt egy darab kutya, nem tudom. Nem mindegy. Lehet, hogy azok nem kutyák, hanem... majmok. Lehet. Hogy van az a terézanyás, hogy van az abban a terézanyás szarban? A tarantulás szarban, hogy majom kutya esernyővel tartom vissza, vagy mi, hogy van? Nem tudom már. Nem... Kutya, majom, esernyővel valami. Tartom, nem tudom, mindegy. Kutyaház, Levin utca. Látunk egy kis cetlét a kutyaházban, akkor lehet, hogy mégiscsak jobban meg kellene nézni ezt a kutyaházt. Kaptam egy csomó pénzet. Ó, oh, nagyon helyes. Akkor rendeljek még egy kérdést? Bizony. Hát akkor rendeljünk. Kajára, azonnal el kell venni az összeset kajára. Megyünk az... Nem, amúgy piára fogom este. Ja. A kutyaházba rejtették a ház kulcsát. Vegyem, hogy ne. Kizottam az, a ház ajtaját. Ja, közben menet közben felvettem pár kulcsot, nem tudom. Biztos fontos, hogy valami ilyesmi. Felvettük a... az oroszlán kulcsot. Kulcs a Levin utcai ház udvarához. Egy járőr kocsi csomagtartójában találtam. Vagy micsoda? Ja, udvarához, jó, értem. Jaj, de furcsa ez a kis használ... szöveg ott, milyen a kis aranyos. Ott a kis használ ott fent. Jaj! Jó kis cuki. Szép, Adam. Használ, vizsgálj! Bádog ember kulcs. Kulcs a Levin utcai ház udvarához, egy kosárlabda pályán találtam. Ahol valaki kosár, egy fejjel kosárlabdázott, egy levágott fejjel. Madár ijesztő kulcs. Kulcs a Levin utcai ház udvarához, egy postaládában találtam, amihez egy kidőlt fa vezetett. Zsír. Fog ez vajon crashelni, mivel magyarosított? Nagyon remélem, hogy igen. Lehet mentek egyet, hogyha majd járunk. Biztos semmi nincs ott. Egy nap majd valaki szintén erre jár és átéri ezeket a bizarr eseményeket. Remélem, hogy használt veszi majd a feljegyzéseimnek. És akkor így írsz oda olyan... ilyen hasznos fejezéseket, hogy a kurva anyádat! És most ránézünk a hűtőre és használjuk az X-ray visionünket. A hűtőszekrény üres. Jó. Habe. Szóval itt lenne a térkép, és itt tudjuk megnézni az alkony kulcsai. Az alkony? Alkony. Átmásoltam a jelöléseket. Szóval így tudjuk megnézni a térképen, hogy akkor hol lennének a kulcsok, de már felszedtük véletlenül éppen, úgyhogy mindig nem kell már. Nem napfogyatkozás? Kinyitottam egy lakatot. Nyitva. Kinyitottam egy lakatest. Mi? Már megint sötétedik? Mi az egész? Az első sötétedés nem álmodta? De? Hát
Hát akkor meg mit van kiakadva, buzi ez? Buzi-e vagy? Mayhaps. Emlékszel arra a számra? Ez a belga? Nem, azt hiszem Secret Man volt talán. Nem tudom. Hát, ahogy rémlik. Abból váltak ki elvileg. Hát nem tudom igazából, az egész egy szar. Hát a kretén az összes. Faszom. Ez. Mi történik a lámpáddal? Kapcsolgatom. Ja, igen, hogyha lekapcsolod a lámpát, akkor nem látnak a szörnyetegek, úgyhogy könnyebben el tudsz slisszanni mellettük. Egyáltalán, vagy csak közelebb kell hozzá lenni? Nem. Hát vannak olyan ellenfelek, akik így is meg tudnak támadni, hogyha már elkezdtek közben üldözni. Tehát ez ilyen gyorsabb ellenfelek, akik nem olyan könnyedén rászhatók. De így is meg tudnak egyébként, tehát itt az iskolában is majd előfordulhat, hogy elkapnak páran. És megbasszák a szerdet. Itt egy térkép, igazából felveltem, de mindegy. Istenit. Megtaláltam az iskola térképát. Ja, itt van valami szöveg, amit el lehet olvasni. Neked mindig elfelejtem. Van valami hülyeség. More Ronaldo Gordon. Nyilván a tanárok lista, nyilván. Nyilván. Nem is a tanulóké. A tanulókat már rég agyon. Vérrel írták. 5 óra. Mélység, mely száraz hőt okoz. A telefonon. Gyász meg ezt, én nem azt nem idő. Hova fasz be? Megvan, elnézést. Ja, itt van, megvan. Lángok verik a csöndet, ébresztik az éhes óriást. Az idő vaskapuján innen és túl, csald magadhoz, prédád, csald bizony szüntelen. Jó. Ja igen, okay. Egyébként ez változik is. Ha jól rémlik. Vérrelétek, ezt elolvasod? Mi? Örömódák színtere. Ezüstös útjelző, mely elfeledett nyelvek dalai mögött rekedt. Hadd hallám újra meseszép hangot, hadd hallám újra meseszép dalod. Jó. Ez elvileg változik is talán, mert hogy vannak ilyen pőzdik, és akkor az időtől függően változnak, vagy nem tudom már, hogy van, mert hogy... Vagy lehet, hogy csak itt van... Ja nem, azt hiszem, itt van mindegyik. Tehát, hogy amikor... Mert úgy van, hogy van egy kint egy toronyóra, és akkor azon az idő változik, és akkor az alapján kell valamit csinálni, nem tudom. Tehát ahhoz van külön minden szöveg, de ezt is elolvasod, hogyha megkérhetlek. Alkimista laboratórium. Aranya kezében, halhatatlanság az öklében, de királyok vizéért ettől megválni kénytelen. Nem értek magyarul, nem tudom. Nem tudom. Itt is van bent valami, nem tudom. Nem fogok én minden ilyen kis apró kis bizbaszt megnézni szerintem. Azért, mert az túl sok időbe telne. Egy kép egy ajtóról. Bárki is festette ezt, elég rossz ízlésre vall. Erről az izé jut eszembe. Volt egy ilyen... Nem tudom már mi volt a kép lényege, vagy mit kellett rajta nézni, de egy ágy volt rajta, egy kandallóval, és a kandalló tetején volt egy tükör. Uh-huh. És a tükör az pont olyan szögbe állt, hogy a mennyezeti ventilátor volt ugye a tükörbe. És valaki odaírt a kommentbe, hogy nem tudom miért hittem, hogy van egy bekeretezett fotód egy ventilátorra. De engem az olyan szinten boldog eltét, hogy én ezen 74 percig vonyítva röhögtem. Hogy milyen király lenne, hogyha lenne egy bekeretezett képed egy kibaszott mennyezeti ventilátorra. Tetszik. Ja, közben felvettünk valami alkoholt, és akkor most használni fogjuk ezen a kezen, amit találtunk itt, ami tart valamilyen bizbaszt. Ez a kéz abból szobor, az éjből? Szobor egy öreg ember kézfejéről. Az ökör úgy szorít, mintha az illető élete múlna rajta. Ups, tudom, hogy nyomtam. Vidd el kezestől. És használjuk rajta ezt a alkemíliát, kemikált, amit találtunk a laborban. A savat.
találtam egy aranymedált, hát legyen, hogy ne. Eladjuk szépen. Bizsúba, hopp. Hogy beleakadtál. Jó. Yep. Jöjj! Hát tudtam, hogy el fog kapni. Betesszük ide. Arany... A, mi? Aranylónap. Aha. Ja, meg igen, itt van egy ilyen, ilyen toronyóra, bizbasz. Az oratorony ajtja zárva. És akkor látunk nézni, és akkor mutatja az időt. Az oramutató megállt 12-n. Az előbb 10-nél volt, azt hiszem. Aztán utána majd 5-nél lesz, nem tudom. Ennek van valami jelentősége, vagy valami? Valami jelentősége, vagy valami? Ja, biztos van neki valami, nem tudom. Silent Hill játékok eléggé David Lynch-es dolgokból vannak inspirálva, tehát ilyen sok értelme, sok mindennek nincs benne, de... És aki így... egy király ötletnek tűnt, és ezért megcsinálták. Hát van, aki majd úgyis megmagyarázza neked, hogy mi hogy van. Itt van egy ilyen poem, vagy hogy mondják ezt, mese, a néma madarakról ezt el kell olvasni, és akkor ez alapján meg tudod fejteni ezt a puzzle-t. Előszállt a fösvény pelikán, csapkodván hófehér szárnyait, kapri lelke éhes ajándékra áhítozik. A lamb úr csak messziről kémlelte a pelikánt, fárad ő már attól is, hogy követi az útirányt. Magosan, amaz fölött, fitoktatván tehetségét, szágódott az éjben holló letörvén a galamb kedvét. Barátkozni próbálna az ifjú hattyú asszony, szállnak tova kéz a kézben, közeleg már az alkony. Végezetül itt a varjú, egy gyors tollas, ki csak úgy megáll, ásítozik és elbubiskol, megunta a kismadár. Ki lesz az, ki mutat utat, ki lesz az, ki ajtót nyithat, ki lesz a verseny tárgya, ez a ragyogó ezüstös ajándék. Szóval ezt elolvasod, és akkor összerakod, hogy melyik madár fehér, melyik madár fekete, és akkor úgy ezt ki kell találni, hogy melyik gombokat kell megnyomni az zongorán. És még billentyűket. Azt hiszem ez lesz az talán. Úgyhogy jól gondolom. Ja, igen. Jó, pont eltaláltam. Picsit tippeltem. Véletlenül pont eltaláltad. Csak tippeltem. És akkor felveszük a kis ezüstös kis bizbaszt. Úgy ezek a versek egész jók, nem tudom, igen, igen, ez egész jó lett szerintem, ez nekem tetszik. Ezek létező versek, vagy... Nem, hát ez egy... Nem hiszem, nem, mert ezt biztos, hogy játékhoz írták. Aha. Szerintem. Akkor szerintem ezek tök jó, közötletes. Bár nem vagyok... kultúr, úgyhogy nem tudom, hogy léteztek-e vagy sem. Hát annyira én sem. Már megint rosszomot nyomtam, mert nekem az a szokott lenni a inventory-et, átállítom majd. Tehát nem is lenne hülyeség egyébként, mert mindjárt átállítom. Hogyha... azt mondja, hogy kell azt... Legyen az, hogy a... megcseréljük. Egyébként szoflakolni tudod magad néhány verziójában a játéknak a gombkiosztás menün, mert hogy le tudod venni a visszagombot és nem tudsz kilépni, vagy az elfogadás gombot és így ott ragadsz. Ez egy nagyon fontos információ. És le tudod venni mind a kettőt egyszerre? Azt hiszem az amerikai eredeti verzióban lehet szoflakolni magad, a többiben talán kijavították. Ez kapcsoló, nyomjam meg, aha. De miért pont az amerikai váték a leghülyébbek? Mert az volt a legelső verzió. Ah? Az ott ki legelőször. Aztán végül kipecselték. Mondjuk egy kurva egy hátránya is van még ennek az európai verziónak, hogy nem tudjuk használni a szunkat. A glitchet, amivel gyors meg lehet oldani egy tehát van egy skip benne, ami kurva viccesen is néz ki egyébként. Sajnos ezt nem tudjuk megcsinálni, mert az csak az NTSC verzióban. Érhető el. Tehát egy boss fight skip, de muszáj vagyunk megcsinálni. Vannak olyan szempontok, amik mentén azért egy picit hiányoznak ezek a verzió különbségek.
Hun vagyok. Mentén, nem. Húgok. Have I been here before? Jártam már itt az előtt? Nem, mielőtt? Balladai homály. Hmm. Nem emlékszem, hogy ez itt lett volna. Balladai homár. Kell egy balladai homár. A balladai homár az a Ballad of Gay Tony. Ugye? Ugye, ugye? Szerintem megvakítom magamat. Hogy ezt retroaktívan meg ne hallottá tudjam tenni magamban. Ja, felvetünk valami kártyát, majd be kell rakni ebbe az ajtóba, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Na de a kórház? Becsúsztattam a képes lapot a nyílásba. Képes lap. Oké, jó. Jaj, de hogyha bejövünk ebbe a klotyóba, akkor itt van egy ilyen valami, felakasztott valaki. Milyen szimpatikus. Ja, de itt van mellette egy shotgun, azt akarjuk felvenni. Lehet lakmározni a teteméből? Sajnos nem. Kár. Leonard Ryan leselkedő szörnyeteg, azt hittem azt, hogy lelkeskedő. Leselkedő szörnyeteg, mire utalhat ezzel? Ja, meg itt van ez a klotyó, hogyha ide bejössz, akkor kicsit tovább tölt a játék, és akkor olyan kicsit olyan gyanús. De végül is bejössz ebbe a klotyóba, és itt nincs itt semmi gyakorlatilag. Aztán kimész, és valami furcsa történt, mert már nem ugyanazon a szinten vagyunk. Oh. És be vagyunk ide ragadva. Tehát, az a klotyó, az átteleportált téged a második szintre. Tehát ilyen összezavarós kis klotyó. Tehát de, hogyha bejössz ezen keresztül, akkor most visszamegyek az első szintre megint. Ha. És itt vagyunk megint. Jó. Na, menjünk. Menjünk! Már eltévedtem, Gessz. Segíts! Daddy? Pa! Hol vagy? Cheryl! Ez ő volt? Szüksége van rám. De merre lehet? Cheryl. 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 Hívjuk Cherylnek. Cheryl. Vagy Cheryl. Elvesztük ezt a gumilabdát, nem érne. Nem tudom, csak ezt lehet majd kell. Hát, ha valaki majd rátámad, és ki tudod vele basztászni. Ja. Menjünk fel a tetőre. Nem érne. Le tudod vetni magad a tetőről? Remélem, megpróbálom. Az a csaj? Hát, ha. Ja, hogy a csaj? Aha. Hát, milyen vagy csaj? A csávó. Vagy mi? Hát a baljátékba. Amelyikbe... Volt ez a csaj, és akkor leugrott a tetőre. Á, egy kuslóg a csőben, pont nem érem el. Az a kórházos, vagy iskolás. Aha, igen. Valami horror játék volt az is, nem emlékszem rá. Calling? Lehet! Hát csak az, szerintem az az egyetlen horror játék, amit játszottunk sokat, eltömítettem a lefolyót. Ja, abba telefonálgattak neked, azt hiszem. Abba vannak a telefonok. Ez. Amiket gyűjtegetünk. Telefonok. És eltömítettük a lyukat, így a víz le tudja vinni a kulcsot a lefolyón keresztül. És ez nekünk jó. Lehúztuk a klotyón a kulcsot. Kiváló. Thank you.
biztos, hogy el kell menned a helyi vízművekbe. Nem, mázlink van, mert valamiért ez csak ilyen izé volt, ilyen... Hogy hívják ezt? Csatorna. Ja, ez a Storm Drain. Úgyhogy ide jött ki. Hogy hívják? Kator. Milyen? Eres csatorna. Az az Eres csatorna. Vagy... Esővíz elvezető. Az túl komplex. Új, fasz! Jó van. Hát hákos vakond ember egészi. Azért csinálták még ilyen vakond emberekre, mert igazából olyan gyerekeket... idézett. Tehát igazából azokra hasonlított leginkább az eredeti NTSC verzióban, és úgy voltak róla, hogy Harold bárcsika itten lövöldözi a gyerekeket. Lehet egy problémás egy kicsit. Na, nincs itt semmi. Jó. Szartam. Helyes. Jaj! Én is. Elfelejtettem ide korábban bejönni, lett volna itt egy átvezető cicával. Ups. Cosza. Azt nem mindegy, csak valami olyasmi, hogy a cica kiszalad, és akkor elszalad a teremből, és valami elkapja és megeszi. Csak annyit lehet hallani, hogy... Szegény cica. Legalább megúszta a cica, ez egy cica pacifista vége egyszer. Adam, támogatom a vagy cica fista. Cica fista, a macskajogok is számítom. Meg kifasz tényleg a pacifista. Cica fista. Macik? Macskák is emberek. Ezt zavarsz, bezmény. Az volt a cél. Ja, itt van valami könyv, amit el lehet olvasni, azt hiszem, hogy hol van ezek? Én még nem itt nem tudom. Hol van az? A fasz tudja, valahol van egy könyv. Ja, már túlmentem rajta, várjon. És ez most egy iskola? Iskola, igen. Ah. És ezt nem tudom, szerintem pont akkor voltam kint, ezt tudjuk, hogy mit a retkes a fal? Jaj, ez csak mert takarítók már meghaltak, vagy valami. Hol faszban van az a könyv? Itt van valami könyv? Ja, itt van a könyv. Igen, ezt elfelejtettem elolvasni. El akartam olvasni, mert tudom én. Magyarul vannak írva benne dolgok. Ezt halván az íjász így felelt. Leölöm én azt az emberevő gyíkot. De mikor azt meglátta, az íjász csak kevékedett vele. Ugyan kiretteg egy hüllőtől. A dühött gyík erre felsziszent. Meglásd íjász egyben fallak föl, szőröstül-bőröstül. Ekkor a lény rátámad szegény íjászra, száját nagyra kitátván. De nem volt rest, a bátor íjász, s már is nyúlt az íjáért. Süvített a sebes nyíl egyenesen a bendőbe, s így a gyík végül kínok közt a földre rogyott. Valami azt hittem, hogy... Ez egy régi tündérmese részlet a gyermekkoromban, mintha olvastam volna. Te tudtál olvasni? Ez valaki még most se tud. Mondjuk jó magam. Azt hittem azt akadék mondani, hogy valami, hogy hasított a sebestjén. És így... honnan, hova? Ezzel van. Szóval ez a mese, ez talán elvileg majd ezzel segít majd a... Lesz majd valami, ami történni fog, vagy valami ilyesmi, nem tudom. És akkor arra utal igazából. Szétvesz, hogy ilyeneket tudsz a játékról, hogy jó, és ki lehet hagyni, meg üzi, eredetileg ez lett, meg üzi, meg itt ilyen itemek vannak ott, meg olyan itemek, és akkor így literálisan másfél másodperccel később, ezt nem tudom, azt el lehet olvasni, és csinál valamit, nem tudom. Ez a szelektív tudás. Igen. Itt van egy ilyen tekergetős játék, és ki kell deríteni, hogyan fogsz ezen átjutni, mert ez egy kis pőzli. És hogyan? Hát ilyen szarok így forognak tőle, és akkor tekergetni kell balra-jobbra, amíg el nem kezd kitisztulni itt a terep. Ah? Nem tudsz átfolyni közöttük. Likvidálom magamat.
És átfolyok. Igen. Jó. Ott a fent említett vascsővel. Á, pont sikerült végül. És akkor lemegyünk, és akkor harcolunk azzal, az amit az előbb olvastunk. Ez, csak nem akartam elmondani, hogy mi az, de az a mese erre a boss fighter utalt. Itt van a nagy gyík. Pizbassz, hogy mi a tököm ez. Nagy patárállatszar. Meg kell, hogy győznie kedves Károlynak. Hoppá. Pofán basztad egy ásóba? Nem. Oh. Kicsit, mint a szétnyílt volna. Ezt elbasztam. Megöltük. Gyiktat. Diékot, D-jével. De D-Y-es-jével. Úgy. Hát mi mással? Van más J? DJ Diék. D-jé. D-jé Diék. MC Galagony. MC Ez valami Gári? Ja, valami Pina. Meg lehet kínálni pénisztel. Who in the hell was that? Ki az ördög volt az? Ki a pokol? Az lett volna. Hol vagyok? Ez a kazánház? Ez egy fotel? Mégis mi folyik itt? És hallunk valami csöngetést kintről. Megvan a kágordon kulcsa. El tudjam, hogy ne? Na, hagyjuk itt a picsába, aztán majd jövünk vissza két óra múlva. Csak nem! Harangoznak? Vajon ki kongatja? Na vajon? Szerintem ezt nem is kézzel csinálják, vagy már mondjuk, nem tudom. Ez kb. A 80-as években játszódik talán ez a játék. Oké, csöcső, kolbász, Karika. Itt egyébként fel lehet szállni a buszra. Van itt egy busz. Mindig elfelejtem, hogy létezik. És elvisz a gecibe, vagy? Sajnos nem. Csak úgy dísznek a feletre szállni. Hol van? Nem itt van valahol? Vagy az ott van? Ja, nem, itt van, megvan. Nem, az nem az. Várj, hol faszban van a busz? Lehet, hogy másik oldalt van? Lehet, hogy hülye vagyok. Előfordulhat, nagy eséllyel hülye vagyok. Hülye! Az itt van a busz, vagy a más? Teljesen hülye, nem tudom, hogy a fasz... Ja, itt van, megvan, van, itt van. Nagy busz. Lehet rajta menteni, van egy kis ugye notebook, ahol lehet menteni. Tudod? Mentsünk együtt, miért ne. Milyen furcsa ez a lépés hangot a buszon. Na, de menjünk tovább. Ugye a Balkán térképet jelöltük, hogy oda megyünk éppenséggel, úgyhogy hát menjünk, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Balkán térképet. Balkán térképet, Balkán templomot. Templom térképet. Az albán templomban megyünk román paphoz. Menjünk hát. Gyújtsuk fel. Mi? Nem. Nem, ez nem norvég végjátszás, ez nem norvégisítás. Norvégig játszás. Death metal-osítás. Kell, csináljunk. Ahol megveszed az üzemanyagot, vagy elveszed az üzemanyagot, és nem és a... És azonnal felgyújtod magad? Nem a láncfűrészbe használod fel, hanem a templom felgyújtására. Igen. Mert az ugye kurva fontos. Igen, van benne egy láncfűrész, meg van benne ilyen fúrógép, amit lehet használni, mint fegyver, de sajnos ez csak új játék pluszban van. Tehát első végjátszásra nem lehet. Egyiket sem? Mm-mm. Pedig a fúrót, ezt abszolút adnám. Nem, ez csak akkor lehet a második végjátszásban. Új játék plusz bónusz. Mint ahogy az UFO endinget is csak második végjátszásban lehet megcsinálni. UFO. Mert van ennek a játéknak 5 befejezése. Mert nyilván. Van a jó plusz,
van a jó, van a rossz. Ne, bocsánat, van a jó plusz, jó minusz. A rossz plusz, rossz minusz, meg az UFO. Miért van? Miért? Miért? Just miért? True. Megtaláltuk a Balkán csöcsöt éppenséggel. Csöcs! Jézusom! De milyen alultáplált Jézus? Hát mert itt már lefogyott a keresztem. Hát? Egy néni, hello. Ez nem a ripped kockás hasú Jézus. Were you ringing that bell? Ön kongatta meg a harangot? I've been expecting már vártam rád. A körök megjósolták a jöttödet. Körök? Miről beszélsz? Beszél. I knew you'd come. Tudtam, hogy eljössz. A lányt akarod, nem igaz? Tudtam, hogy eljössz, Neon. Lányt? Úgy érti, Cherylt? Látok mindent. Ebben a sütőajtóban tükröződik az arc. Mit tud? Árulja el! Hátrébb. Mi haszna vergődéssel, most nem fogunk előrébb jutni, bizony, Neon. Követned kell az utat. A remete útját, melyet Flauros elrejti előlünk. What? Tessék? What are you talking about? Miket hordít össze? Íme, Flauros a béka kalitkája. Ez majd fényt mutat az valami, és elriasztja az alvilág lidérceit. Ezeknek még használt veszed? Igyekezz a kórházba, mielőtt még túl késő lenne. Várjon, ne menjél el! Ne menjél el maga! Szóval ez a Flauros, eltegyem, igen. Megvan a felvonóhíd kulcsa. Ó, ott elbaszták, mert a kulcsa, ott az A is zöld volt, pedig nem úgy szokott lenni, hanem csak a... De azért nem, mert a felvonó híd kulcsa. Nem a felvonó híd kulcs. Tehát ez az item neve. Ja, mondjuk végül is, igen, ennek... Ja, jogos. Igen, igazad van, akkor lehet, hogy elnézést kérek, én vagyok hülye. Nézzük, megvédem itt a magyarosítókat. Jó, ami, tehát így egyelőre ez teljesen korrekt szerintem nekem. Szerintem semmi, abszolút. Semmi... Nem, abszolút okés. Felvetésem nincs ellene. Pedig, tehát rengetegszer játszottam ezt a játékot, és igazából szerintem ez nem rossz az a fordítás. Vagy se, bocsánat, egyszer-kétszer játszottam vele, és szerintem jó a fordítás egyelőre. Meg mondom, nekem külön tetszett az, hogy ez egy automata. Most akkor autó vagy motor? Te most a fasz. Na mindegy. Ugye eltűnök telefonálni egyet amúgy. Oké. Okay. Aztán jövök. Csak várjál, mikor? Hát nem tudom, mert majd engem hívnak. Ja, mondjam már nekik, hogy akkor hívnak, miután megnéztük az átvezetőket. Nem mindegy igazából, tehát mennyi időre kb? Oké. Okay. Pár perc. Oké. Okay. Szóval itt fel tudunk venni dolgokat, itt van még egy térkép, ez a második részéről van a városnak. Megnézhetjük, hogy mik vannak rajta igazából. Egy kulcsjuk van az irányító panelen. Talán csak nem ehhez a kulcshoz való. A gépezet működésben nyomja meg a gombot. Jaj, de jó az a hang. Na nézzük, mik vannak itt. Még nem mentünk át, hülye vagyok.
Most megnézhetjük a térképet, nézzük. Mit találunk itt? Nézzük, az egy városközpont. Silent Hill. Musnik virágbolt. Green Lion a régiség volt. Marigold. Silent Hill bevásárlóközpont. Nyilvános parkoló. Romantikus vakációk. The Mirage. Grandmaster könyvesbolt. Teaház. Top Sales. Green gyógyszertár. Moondance Disco. Sun Café. Bevárosi divatcentrum. Postahivatal. Ó, ott a rendőrség. Postahivatal miért van ennyire ki... vastagítva? Nem hiszem, hogy oda be lehet menni. Micsoda? Mi és társai? No... Noi... Mi az? Nem tudom elolvasni, mi van odaírva. Valami noi... Noi temi? Vagy mi? Lakoma futár kávézó. Lakoma futár! Steak és brew faloda. Andy könyves volt. Táj, étterem! Szú köröm szalon. Konami burger. Hobby Amerika. Nézzük meg a rendőrséget. Beragadt a zár, ezt az ajtót nem tudom kinyitni. Ajaj, itt vannak a... majmok. Faszopó majom. Nos. Jó, milyen magasan van ez a... pult. Itt van egy kis lőszer, lószar. Vicces egyébként, azt hiszem egyszer csináltunk végigjátszást, nem a Silent Hill-es Left 4 Dead 2 mapról, Left 4 Dead 1-2 mapról, nem csináltunk, nem emlékszem már. Rég volt, lehet, hogy csináltunk, azt tudja már. Egy nóta. Mi ez? Egy üzenetet hagytak az asztalon. A halott kémünk Seals nemrég felhívott. Azt mondta Kétli, hogy Gucci gyilkosság áldozata lett volna. Szerinte természetes úton halt meg. Viszont Gucci rendőrtiszt kortörténete nem tartalmaz szívpanaszokra utaló tüneteket. Mit ír a tábla? A keverék csak Silent Hill bizonyos környékein érhető el. Alapjául a hely nevezetességének számító növény és a fehér Claudia szolgál. Helyben állítják elő, a dealer, a gyártó is egyben. Teljesen korrekt egyelőre. Semmi olyan észrevehető hibát nem vettem észre benne. Úgyhogy szerintem egyelőre ez jó. Ez jó. De még nem vagyunk, még nem értünk a végére, úgyhogy mi meglátjuk. Hol van a posta? Nem itt van valahol? Ja, rossz fele megyek, várjál. Postára be lehet menni. Nem hiszem, nem lehet bemenni. Szinte teljesen biztos vagyok benne. Csak sose tűnt fel, hogy így ilyen, ennyire ki van vastagítva a neve. Itt van valahol. Ez lenne az? Még csak meg se lehet... nem értem, miért van így kijelölve, hogyha még csak ajtaját se lehet megpróbálni kinyitni, legalább azt írnál tudod, hogy zárva van. Semmi. Currency exchange.
felent menni, de még nem akarunk oda felmenni. Menjünk be a kórházba. Ki van jelölve a kórház? Ó, most lehetett lövöldözéseket hallani. Aha, ki van jelölve. Ott pár lövöldözés. Óda bent. Elnézést kívánok, jöttem. Tökéletesen visszajöttél, pont most jön az átvezető. Ezt ki lett számolva. Hú, bezzeg. Nincs megállás. Tökéletesen lett az időzítve itt egy átvezető. Hú, ez ott egy lép. Meg akarom nyalni. Na, lelőtt egy lépet, amire akart támadni. Ezek a kibaszott lépek. Ja. Egyet nem. Ez a faszi a Half-Life-ból. Aha. Még a neve is az. Hold it. Várjon! Stop! Don't shoot! Állj! Ne lőjön! De hát most lőd! Kérem, nem magáért jöttem. Harry Mason vagyok, kirándulni jöttem. Kirándulni? Áll az ének egy emberi arc. Itt dolgozik? I'm Dr. Michael Kaufman. A nevem Dr. Michael Kaufman. És igen, itt dolgozom. So maybe you can tell me what's going on. Akkor elmesélhetne valamit arról, hogy mi történik. Én sem tudok többet. I was taking a nap. Épp csak pihentem egyet, irodában, mire magamhoz tértem, már minden ilyen volt. Mindenkinek nyoma veszek. Kint meg szakad a hó, pedig messze nem ezt az évszakot írjuk. Itt valami nagyon nincs rendjén. Ön is látja azokat a szörnyetegeket? Látott már valaha hozzájuk hasonló szörnyetegeket? Egyáltalán hallott már hasonlókról? Mindketten tudjuk, hogy efélek lények... Mi? Efélek lények nem léteznek? Ott volt egy kis bakit. Nem látott errefelé egy kislányt? A lányomat keresem. Még csak 7 éves. Rövid fekete haj. Eltűnt? Nagyon sajnálom. De tekintve, hogy mindenféle lények potyáznak, erősen kétlem, hogy... Elnézést. Nyilván felzaklattam. A felesége itt van magával? Ő 4 éve meghalt. Csak a lányom maradt nekem. Értem. Részvétem. Nos, ideje indulnom. I can't just sit nem ülhetek itt örökké ölbe tett kézzel. So long. Minden jót, és sok szerencsét odakint. Itt volt egy pár baki. De... Mindegy. Lehetne rosszabb. Lehetne rosszabb. Ez San Andreas-os fordítások után ez a lófasz. Akkor Google fordítózva lett az egész játék. Hát fel lehet venni a térképet, hogyha akarjuk, de... Akarjuk, hát végül is miért ne. Térkép. Térkápét. Mit csinálsz? Arnoldka, gyere csak ide. Ugye elverem ezt a kis pozit. Nem lehet minden nekem minőségű. Én nem tudom, hogy ő mennyit dolgozott ezen egyáltalán, vagy csak az, hogy ő fogott egy fordítást és átportolta, mert hogy ekkel igazából csak, tehát ő a konzol dolgokra összpontosul elsősorban. De, ja, és akkor lehet, hogy csak a PC-set át... Hát én nem tudom, mert hogy én PC-s fordításra sose játszottam, én mindig csak konzolon játszottam a GTA-kat. Többé nem játszottunk soha PC-s fordítással. Ez jó kérdés, majd egyszer fogunk. Talán. Nem szeretem annyira a PC-s változatokat, mert olyan szarok egyébként, rettenetesen rossz portok többnyire. GTA 4 még oké, tehát hogy szar, meg szar, de legalább nem olyan ocsmány, mint a régebbi játékok PC-s portja. Igen, ironikus módon a GTA 5 PC-s portja lett a legjobb. Sajnálatos módon, igen. Egy üvegcse hever a földön összetörve. Nem pusztán eltört, szó szerint apró darabokra törte valaki vagy valami. Nem tudom, mi ez. Szedjük fel ezzel a műanyag flakonnal, aztán... Együnk bele! Hát öntöttem. Igen, a földről átöntöttem a flakon, műanyag flakonban. Mi van ezzel? Hát felszívtam a számmal, hát a üvegszilánkos padlóról felszoptam ottan a löttyöt, és beleköptem a flakonomba. Hát most mi van ebben? Hát most... Nem biztos, hogy mindaz, lehet, hogy valamelyik csak a számból vér, de az lényegtelen.
Ja, beszélem, mi volt ez itt? A belső generátor csak a liftet, az intenzív osztályt és a műtőt látja el elektromossággal. Na, egyszer majd lehet, hogy jól fog jönni az ölet, mit tudom én. Elteszek. Hát, ha meggyógyítja a... Az écet? Nem. Nem pont erre gondoltam, a... veses érmedet. Mi ez a... Mi ez a kép? Ez olyan furcsa néz ki. Picsába, mindegyik zárva. Most hova fogunk menni? Mind a három emeletet megnéztem. Mind a három szintet megnéztem. Még a földszintet is. Ah, most már van egy negyedik gomb, de jó. Menjünk oda. Ezt jön le? Ideig nem volt, most már van. Ezt is az LMV-kből lopták. Igen. Gyomírtás. Nyom, nyom! Nyom. Na, itt be kell menni ide, és akkor itt van egy ilyen, amik ilyen szappan, egy ilyen kék szappan felveszik. Valaki elejtette. NÖ! Ja, valaki elejtett. Kíváncsi, hogy itt van egy olyan ajtó, ami itt van? Ja, itt csak ez van. Nem emlékszem, mert van valahol egy valami kazi, amit fel lehet venni. Nem biztos, hogy meg fogom találni. Valahol van egy kazi. Ja, itt csak a videomagnó van, nem tudom, hol a kazi maga. Nem emlékszem, hogy ez hol van. Jaj, ezt azt hiszem. Jaj, tudom már. Azt hiszem, tudom, hogy hol van. Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, talán tudom. Találtam egy doboz sört. Nem feltétlenül. És aki ott áll, lehet moleszkálni? Fognak majd minket moleszkálni, ne aggódj. Ah, oh, kiváló, kiváló. Bejövünk ide, és csak itt van egy ilyen zacskó vér, szerintem vigyük el, mert nem, lehet, hogy még jól jön ez. Bele lehet inni. Remélem. Majd beinfúzionálom, hogyha kiderül, hogy túl sok vért veszítettem azzal a felszlopálással. Itt vannak a nénik már, és moleszterálnak minket. Ilyen szimpatikus hölgyek. Ajánlom fel nekik a makkodat. Au. Reggeliként. Nénik! Tessék már! Menni innen a picsába. Tessék, át akarodni a gecibe? Úgy betetszik venni, tessék már menni innen, Marika néni. Rák meg egy a testét. Itt is van egy szappan a falon, ezt elvisszük. A macskát. Menjünk le szerintem az első emeletre, vagy az első szintre nézzük meg, földszintre. Hát ha lesz ott is valami, meg szappan, esetleg a fürdőszobában, vagy nem tudom. Bár ez túlzottan egyértelmű, szerintem, hogy a fürdőszobában a szappan. Szerintem lehet, hogy mondjuk itt lesz. A hálóban keresd. Na, itt van egy eperízű szappan. Egyszer úgy beleharapnék amúgy egy szappan. Nem tudom, hogy ez miért van. Valószínűleg azért, mert kurva ostoba vagyok, de tényleg nagyon buta. Az lehet, igen. Van itt valami? Érdekesség. Vedd már fel. Egy gyújtót találtunk. Egy aranyozott öngyújtót. Azért ez elég... elég flex. Van itt valami? Na, van itt valami zsír. Ah, itt van egy ilyen csápos szörnyeteg. Ó, lehet, hogy megiszok egy energiaitalt. Adjuk oda neki a vért, mert nem tudom, lehet, hogy tetszik majd neki. Tessék. Jó, hogy van itt? Hát japán játékról van szó, na hát most muszáj. Csápos szörnyeteg. Nem, csak az lenne jobb, hogyha lehetne nővel játszani. Jaj, a Resident Evil 4 remake-ben lecserélték Ashley szoknyáját nadrágra. Nagyszerű.
4 mélvedést. Ja, mélyedést, jó. És akkor az Y levágódik, mert NTSC-ben játszok. 4 mélyedést látok az ajtón. Hány tette le őket? Felhők kömpölyögnek a dombtető fölött. Fenn az égben, napsütésben. A keserű mandarint. A hajbókló 4 levelűt. A végtelen ibolya kertet. E pitypangos úton látom mind. Míg álomlény szememre port nem hint. S e karmazsin patak el nem apad. Jó, tehát akkor így a színeket össze kell rakosgatni. Látod, itt vannak ugye a színek, és akkor az alapján ki kell találnom most nagyon nehezen, hogy most melyik hova illik. Isten, én ehhez ostoba vagyok. Hát csak tippelek szerintem, aztán meglátjuk, hogy jó vagy se. Az se volt specifyolva itt a színeknél, hogy most akkor RGB-be vagy CMYK-ba gondolkodni. Ja. Na, pont eltaláltam, akkor mehetünk tovább. És akkor itt van a... Itt van egy néni, őt muszáj is sajnos belülni. Szerintem, mert útban van nagyon. Mik ezek a nyögések? Hát látok egy kulcsot, ez még jól jöhet. Ah, itt van egy ilyen ezen. Felvesszük ezt a lötyöt. Ha már itt járunk. Smötyi. Szaknevén. Smötyi. Aztán menjünk le fel összére alaksorba. Mi baj lehet? Nem értem, miért hívják alaksornak, hogyha B-vel van jelezve. Na mindegy. Hát mert... Balaksor így van. Ja, az az ered, az az ómagyar neve. Csak a B néma. Ja, igen, tényleg. Na, itt van egy ilyen szekrény átok a picsában, mert nagyon erősek vagyunk. Ó, és csak ott egy ajtó megette, de jó. Menjünk be. Itt van egy ilyen valami... Innen úgy tűnik, hogy egy folyosó van a rács alatt. De nem tudom azt kiemelni, mert benőtte valami gyökérzet. Lögy. Ah, ez az 60 FPS-es. De jó. Izopropil alkoholt ráöntöttük. Próbáljuk ki ezt a gyújtót, az új gyújtómat. Jöjj, bazd meg! Én csak akartam próbálni az új gyújtót, na mindegy. Na, hát, hogyha már így lett, akkor nem mehetünk végül is. Azt hiszem talán itt lesz egy videókazi valahol. Nem tudom melyik szobában, talán ebben. Á, ott van, megvan. Hát csak ide. Egy VHS kazetta, eltegyem? Aha. Zsír. Ezt a kazit még talán egyelőre nem tudjuk megnézni azon a videómagnón, amit találtunk, mert itt még nem fog talán működni, de nem vagyok benne biztos. Mi ez a hely? Újra kell mágnesezni a közöttet. Mintha ápoltak volna itt valakit. Alessa? Alessa Diamond. Kivizsgáló kulcs. És ezt a genyfoltos ágyból állapította meg, hogy itt vizsgáltak valaki? Uh-huh. Vagy ő csak ilyen kurva okos, hogy érzi a DNS-t az ágyon? Mindkettő. Fancy. Na, pont megtaláltuk az ajtót, ahol kellett a kulcs. Na, itt egy átvétel. Mi szóval a véletlen? Ott egy Gary. Néni. Molesztáld. Itt van az, akinek mondtad, hogy a keblei... valami... Kurva szexesek? Az lehet. Lehet.
Nem lepne meg, ha ilyet mondtam volna. Mert gusztustalan vagyok. Végre valaki, aki rendben van, hát az túlzás. Who are you? Hogy hívnak? Mentálisan vagy fizikailag? Lisa Garland. És téged? Harry Mason. Harry Mason. Csak most jutott eszembe, hogy a Garland az a Twin Peaksben van. Harry, mi ez az egész? Hova lett mindenki? Jó ideig ki lehettem ütve. Mert mire észhez tértem, már senki nem volt a környéken. Ez borzalmas. Szóval te sem tudsz semmit. A kurva Isten. Ez az egész. Mintha egy rossz állam közepébe csöppentem volna. Igen, egy valóra vált rémálom. Mondd csak, nem láttál erre felé egy kislányt? Hosszú fekete haj, 7 éves. Hosszú fekete? Egy 7 éves kislány a te lányod? Igen. Nem, anyádé, hát... Egy 7 éves lány. Nem állíthatom, hogy láttam. Nem állíthatom, hogy láttam. Csak nemrég tértem magamat, sajnálom. That's all right. Értem. Tudsz valamit az alaksorban lévő titkos lejárattól? Lejáratról? Nem. Miért? Mi van odalent? Nem titkos lejárat, most pofáztam el. Te nem itt dolgozol? A nővéreknek szigorúan megtiltották, hogy belépjenek az alaksori raktárba. Így fogalmam sincs. Mit is mondtál, mi van ott lent? Nos, a rakt... Damn. Mi a... My head. A fejem! What's wrong? Mi a baj? Harry? Harry? Harry. Károly, hadd segítsek, Károly. Harry? Karesz. Mi a Harrynek a magyar megfelelő? Henrik. Henrik? Az nagyon szar. Was I dreaming? Álmodtam volna? Nem, szerintem nem. Henrik az Henry. It's you. Maga az. Yes. Igen. Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. Válaszokat akarok. Mi ez az egész? Darkness. Sötétség. A várost elnyelte az es, az éjsötét grossz. Az erőnek diadalmat kell aratnia, a hitvány vagyok fel. Én mindest gyermeki lázálom, csupán elfelejtettem az hangot. Tudtam, hogy eljön majd ez a nap. Mi a fenéről beszél? Egy szót sem értek ebből az egészből. Lásd a bizonyítékot, önmagad. Egy másik templom is van a városban. Az legyen az úti célod. Elfelejtettem azt hallott. A helyzet már túlmutat a képességeimen. Most már tőled függ minden. Ugye láttad már a földre rótt jeleket a városban? Az iskola udvarban láttam valamit. Mit jelent? Miért láttad Samael pecsétjét? Ne hagyd, hogy befejezzék, Neon! Kit? Mi? Ki? Hey, várjon! Hey, várjál már maga! Hey, várjon önmagad! A Harry Henrik magyar megfelelője az Imre. Mi? Nem a James az Imre? Jimmy. Imi. Nem? Nem, a James... Mi a Harry az az Imre? Ne lófasz, nem létezik. Imre, kőműves Imre. Itt ezt írják. Ja, fasz. Hol Szent Imre ezt? Nevét anyja testvére második Harry után kapta. Beszörő. Imre? Nem is hasonlít a Harryre egyáltalán. Hát nem. Maradjon Károly, az hasonlít, jobban hasonlít. Utána nézek, de az meg a Charles. Kőműves Károly. Nem baj, de kőműves Károly. Kövöves karcsi. Nem olyan karcsi feje van? Amúgy igen. Tetszik ez a hang? Kicsit agyérgörcsöt kaptam. Ah, de jó. Nyitottam a régiségbolt ajtaját. Na, itt is vagyunk. Toljunk el megint egy szekrényt.
What's this? What is? A Henry, Harry. Magyar megfelelője a Henry. Sybil? Sybil? I'm glad you're okay. Örülök, hogy jól vagy. I shouldn't have left you. Nem szabadott volna magadra, hogy gyerek. A helyzet rosszabb, mint hittem. It's nuts. Kész, őrület. What are you doing? Mit keresel még itt? Azt hittem, elhagytad a várost. I saw you go in here, bejönni ide, so I és követtelek. I couldn't get out. Amúgy sem tudok elmenni. All the roads out of town. Minden út járhatatlan, ami a városból kifelé vezet. A kocsik egyáltalán nem működnek. A telefonok és rádiók is még mindig süketek. Mi van a lányommal? Láttad őt valahol? Most láttam egy lányt. Cheryl volt? Épp csak megpillantottam a sűrű ködön keresztül. Utána lettem, de eltűnt. Én nem ismerem a lányod, de... Na jó, ez mondjuk ez eléggé félre lett fordítva. És te csak úgy hagytad, hogy elmenjen? Hol volt ez? A Bachman úton haladt, a tó felé. De most figyelj! Ez sem azt jelent, ez sem az volt. Szóval követtem, de véget ért az út. Egyszerűen nem volt hova tovább menni, egy nagy szakadék állt előttem. Hogy mi? Akkor Cheryl... Olyan volt, mintha a levegőben sétálna. Mi a helyzet veled? Mire jutottál? Mi a helyzet veled? Jó vagyok ezt. Hát, találkoztam ezzel a furcsa asszonnyal. Úgy hívják Dahlia Gillespie. Ismered őt? Dahlia Gillespie? Nem. Nem. És? Oké, és? Valami olyasmit mondott, hogy a város elnyelte az éjsötét gonosz, és más hasonló zagyvaságokat. Bármi ötlet, hogy mit jelenthet? A várost elnyelő éjsötét gonosz. Biztos a szer teszi. A turistáknak szokták árulni. A nyomozók mai napig nem tudják, hogy ki áll a kábsz. Egyetlen nyomunk sem vezetett. Így, nyomozást felfüggesztették. Most egy kicsit lemaradtam róla. És miközben van a kábítószer kereskedelemnek mindehez? Azt tényleg nem tudom. De talán erről a gonoszról beszélt neked. Csak is erre tudok gondolni. Ez az zene annyira jó. Ez mi? Most fedeztem fel. Maybe there's something valami back there. Lehet hátul. Let's have a look. Nézzük meg. Wait. Várj. We don't know what's back there. Nem tudhatjuk, mi vár ránk ott hátul. Először hadd nézek be. Hadd nézek körül. Zsaroként veled kell menned. Nem ezt mondtam. No, I'm going. Nem, csak én. All right. Legyen. I'll cover you from akkor here. Innen fedezlek téged. Be careful. Légy óvatos. Nem lehet elkérni tőle a jelvényét? Ha valami nem stimmel, azonnal gyere vissza. Ha már fegyverét megkapjuk, akkor okay. Jelvényt is megkapjuk végül is. Azért. Cibil? Igen? Mielőtt megyek, csókolózunk? Valamit erről a... Hát, más világról. Ami olyan, mint valami rémálom. Te meg miről beszélsz? Magam sem tudom. Hiába keresem az értelmet ebben az egészben, van, hogy minden olyan sötét lesz, és szirénákat hallok a távolból. Találkoztam egy nővérrel, a neve Lisa. Lisa. Olyan volt, mintha ott lennék, és mégsem. Mintha olyan zavaros, minden olyan zavaros, mint valami látomás, érted? Harry, komolyan fogalmas nincs, miről beszélsz. Be vagy drogozva? Ó. Oh. Rekeztél, mint a kis... Csak kíváncsi voltam. Ne is törődj vele. Harry. Károly. Tired. Fáradt vagy. Nem mondd meg, mit csináljak. Maybe. Igen, lehet. Szóval volt itt egy ilyen, hogy... I don't know about your daughter. És ezt úgy lett lefordítva, hogy... nem ismerem a lányodat. Ja, nem mindegy. What's this? Mi ez? Valamilyen oltár?
Never seen anything like this. Még sosem láttam hasonlót. Maybe this is the other church. Ez az a másik templom. Miféle por lehet ez a kehelyben? Vajon kokain? Vagy drog? Esetleg? Vagy kokain, vagy drog. Vagy lehet egy kábítószer? What the? Mi a? Harry? Károly? Are you okay? Jól vagy? Harry. Harry? Károly? Harry? Károly? Biztos, hogy nem a James a kibaszott Imre? Mert hogy... A James? Jam, ezt megnéztem. Ugye benne van egy... A James az a Jacob. Hát, a nagy lófasz, hát a Jacob a Jacob. Milyen faszom oldalon nézel ezt? Mi a fasz? Hol vagyok? Harry. Harry? Károly? Lisa? Then I'm in the hospital? Akkor ez a kórház? You were having a bad dream. Csak rosszat álmodtál. Emlékszel Zambó Jimmyre? Was I? Imre a neve neki is. You don't look too good. Hey, rosszul nézel ki. Are you okay? Minden rendben? I'm fine. Jól vagyok. Ez Jákob. Ne aggódj miattam. Well, nos, ahogy gondolod. Lisa. Lisa, ismersz egy Dália Gillespie nevű asszonyt? Oh, yeah, that crazy azt a tébolydott hölgyet? A környéken mindenki ismeri. Senki sem lát szívesen, szóval nem tudok róla olyan sokat. Úgy hallottam, a gyereke tűzvész áldozata lett, és beleőrült a gyászba. Nekem csak egy mondott, hogy a várost elnyelte az éjsütét gonosz. Van ötleted, hogy mire utalhatott? A várost elnyelte az éjsütét gonosz. Akár minél többször olvasom, annyira hülyében hangzik. Azt hiszem van. Mielőtt üdülővárossá vált volna, ez a hely és annak lakói eléggé zárkozottak voltak. Egy furcsa vallás követői voltak mind. Okkult dolgok mozogtak a háttérben, fekete mágia meg hasonlók. Ahogy egyre több fiatal vándorolt el a városból, a helyiek kitalálták, hogy bizony, hogy biztos... Régen az ilyesmi sajnos mindennapos volt errefelé. A város üdülő nyilvánítása előtt csak egy öreg... Kezdek lemaradni. A muszáj az nem pontos év? De. Elypszilonnal volt írva. Akkor a fezbe. Ezt én is mit beszopom. Years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. Folyton jártottam a szám, inkább befogom. Ja. A Jim az Imre. Jim. Was that another dream? A Jim az más. A Jim az nem csak egy nicknév a... Did I pass out again? A Jameshez. No, senyor. Biztos, hogy van olyan, aki a Jameshez használja. Ja, értem. De nem, elmehetek külön, és a Jakab... Jaj, akkor lehet, hogy csak én keverem össze, mert ugye James is szokták Jimmynek hívni, de igen. Inkább a Jim... Oké, így már tiszta. Akkor a James az micsoda? Ami hülyeség, nem Jacob, mert hogy a Jacob a Jacob. Azt írták, hogy a James és a Jacob, azok mindkettő rokonnév, és a Jacob, Jákob, Héber névből származtatható mind a kettő. De olyan, mint nálunk az András meg az Endre. Jó, leszorom. A Harry Károly is kész. Legyen. Nem tudom, geci, nem vagyok etimológus, de nem is akarok az lenni, mert már fölbaszott. Hogy a faszér nincs erről egy darab könnyen előkeríthető hiteles forrásban. Ahány oldalt megnéztem, mindenki másokat írt. És mindenhol volt, aki egymást javítgatta ki. Szerintem ők se tudják, csak tippelnek. Szerintem hívjuk Heringnek. Kőműves Hering. Vagy Szörmók. Szörmók. Mint... Sír, tehát így... Így van. S-I-R-mok. Sír, mauk.
vagy mafk. Ups. Az bezzi meg. De akarod akasztani az ajtó mögé? Ah, nem, azt akarom, hogy beakassza nekem, de... Hát most úgy tűnik, hogy közösül veled. Jajaja. PAL verzión kicsit furcsa ez. Legalábbis arra fogom most rá. Mert lenne itt egy boss fight, de igazából ki lehet hagyni, hogyha akarjuk. És akarjuk. Úgy látom, étkezett az arcodból egy kicsit. Mert akarod most összejönni, felbasz? Főbasz! Nem gyakoroltam semmennyit. Isten faszát megbasz, legalább mentettem, úgyhogy ez lényeg. Reszetelem. Reszet... Nem tudom, akartam valami elmés szóviccet, de... Hello, kaktusz maradt. Az Isten megbasz! Na végre! Azaz. Mi? Nem mondod, hogy ezt... Ja, jó, oké, sikerült, jó, csak PAL verzión furcsa, mert nem is tudtam átmenni először az ajtón. De ajtó. Ja, yeah, véletlenül kimentem a pályáról, nem mindegy. Véletlenül. Mert ez a magyarosítás a PAL verziót használja. Először megpróbáltam az NTSC-sbe berakni, de valamint furcsa glitchek jöttek elő, tehát már az első képernyőn nem tudtam tovább jutni ilyen ez az üzenet az elején, hogy nyugalom megzavarására alkalmas lófasz meg ilyesmi. Tehát már ott elakadt, hogyha az NTSC-t patcheltem, meg muszáj vagyok a PAL verziót használni. És azt játszom NTSC-ben, tehát kicsit nem az igazi, de... Mint egy igazi gigacsed. Harry! Glad you're okay. Örülök, hogy jól vagy, Károly. Nem, én vagyok Károly. Hála Istennek, visszajöttél, úgyhogy itt jöttél. Most már itt vagyok. Én is aggódtam. Örülök, hogy épségem és épségben vagy. Épségem. Visszakérlek, mondd el, hogy jutok el a tóhoz. Csak menj a Bachmann úton. Az út járhatatlan. Pedig más út nem vezet a tóhoz. Szerinted ezt beszoktuk vége a játéknak. Kell lennie másiknak is. Egy pillanat, rémlik valami. Mi? Egy vízmű halad az általános iskola alatt, ahol jártam. Évek óta elhagyatottan áll. Van ott egy földalatti alagút, amit megfigyelésekre használtak, azt hiszem. Úgy emlékszem, az alagút tartalma a tóba ömlik. Tényleg? Szerinted eljuthatok onnan a tóhoz? Igaz, még nem voltam lent soha, szóval nem biztos. Ráadásul elkerítették a bejáratot, úgyhogy távol... Ha csak személy... Károly, ne menj! Félek itt maradni egyedül. Kérem, állhatom! Akkor miért nem jössz velem? Ez a hely sem éppen a világ legbiztonságosabb szobája. Nem ígérhetek semmit, de mindent megteszek, hogy megvédjelek. How about fuck you? Nem. Valamiért az az érzésem, hogy nem szabad elmennem innen, mert valószínűleg PS1 limitációja miért. Károly, annyira félek, fázom. Csak még egy kicsit, tarts ki, Liza. Visszajövök, amint megtaláltam a lányom. Harry? Károly? PAL verzió fut NTSC-ben. Ja, mert beforszoltam NTSC-ben, tehát hogy ez a PAL verzió, mert arra csinálták meg a magyar patchet, és azt beforszoltam a PS2-vel NTSC-be, tehát hogy 30 FPS-sel megy 60 Hz-en. 25 helyett 50 Hz-en. Hz-en. Ez egy pacifista végezet, hogy nem kellett megölnünk a kis... Volt egy ilyen hernyó, tehát bementünk volna azért a bevásárlóközpontba, ahol van egy ilyen hernyó, amit megtámadunk, aztán elszalad,
és hernyó, vagy mi a tököm az? Nem tudom. És akkor abból lesz egy nagy pillangó. Ilyen caterpillar? Aha, ilyen. Tehát, hogy ez ugyanaz a hernyó, akiről az előbb nem tetároztunk. Kiváló, remek. Nagyszerű. Nem akartuk bántani őt. Egyenest, szuper. Bazzon, mi a fasz van ezzel a palvező? Annyira furcsa. Nem tudom, valami kurva nem stimmel vele olyan... Fura az egész. Szerintem csak be vagy drogozni. Én NTSC-shez vagyok hozzászokva, nem ez a szárhoz. Nem kellett volna meginni egy üveg viszkit. Az mondjuk lehet. Kettőt utána meg rá egy bombát. De innék most egy bombát. Én azt ittam mostanában, még mindig van. És jó volt? Hát nem olyan jó, mint a Monster, de olcsóbb. Megkitöltöm a maradékot. Én nem vettem ma energiaitart, mert kóban voltam, és öndörítően gusztustalanul drága a kóp. Az egyébként. Nem, PS2-n játszok vele. Ezt a PS2-s PS1 emulátort használom, amit használtam már korábban is. Azért, mert nem akartam a magyar verziót kiírni CD-re. De ja, ez a PS2-höz való Popstarter emulátor, ami PS1 játékokat játszik le USB-ről. Popstarter. I'm a war. De ugyanúgy 240p-ben fut PS2-n, tehát nem rakja át más felbontásba, tehát alatt rendes PS1 felbontásba fut az egész játék. Lisa erről a vízműről beszélhetett. Zárva. Ez egy eléggé megviselt lakat. Komolyabb erőkifejtésre akár még el is törhet. Igen, ez a Popstarter emulátor, ez nem olyan rossz ahhoz, hogy kipróbálj mondjuk egy-két játékot, meg ilyesmit, tudod, tehát hogy megadja neked ugyanazt a PlayStation feelinget, mert ugye alapból PlayStation 2-n játszol, nem PC-n, és ugye USB-ről tud játékokat játszani, viszont a kompatibilitás az elég szar, tehát a Silent Hill az talán az egyetlen olyan játék, amit tudok, ami szinte hibátlanul fut rajta, de nagyon sok játék kicsit glitchel, de ez teljesen korrektül fut rajta. Meg a Popstarterre nagyon könnyű NTSC-ben hagyni a játékot, meg konkrétan csak annyi, hogy kikapcsolod a palfixet. Tehát vannak ilyen argumentumok, amiket be tudsz állítani, és szimplán csak van egy ilyen, hogy palfix, hogyha ezt kikapcsolod, akkor NTSC-ben indul a minden játék, még a pal is. És akkor lehet olyat is, hogy tehát annyit csináltam meg, hogy NTSC-ben van forszolva vele, meg fel kellett tolni egy kicsit a képet, mert a palnak a kép, tehát a palnak a képfelbontása kicsit nagyobb, és akkor hogyha NTSC-ben futtatod, akkor le van csúszva a kép, és fel kellett tolni egy kicsit. Még így is hiányzik egy kicsi az aljáról, tehát néhány betű le van maradva, tehát az Y, meg a P, meg az ilyesmi, hogyha nagyon alul van a szöveg, akkor nem lehet látni az alját. De legalább jobban fut a játék, szóval megéri szerintem. Vízmű kulcsa. Itt egy térkép is. Remélem, hogy el kell menni a helyi vízműbe. Üdülőkerületi vízmű alagútnak térképet. Két térképé. Alagutak. Üdülőkerületi vízmű alagutak térképét. De egyébként üdülőnek hívják ezt, én nem is azt hiszem resort, akkor igen. Most nem emlékeztem, írtam, hogy vagy resort, vagy residential, de akkor gondolom resort. Nem emlékszem már, hogy van az eredetiben. Most hirtelen. De az első térkép, amit találtál, az volt a residential, nem? Az lehet? Aha, akkor lehet. Mert ez meg valami... Tudom, nem emlékszem. Az meg resort. Akkor. Ja, van ilyen resort area. Ja. Lakeside, meg ilyenek.
CRT TV-n. Csak a PAL verziós játékok futnak színesben. Hát nem azért, mert rossz kábelt használsz? Nem lehet, hogy csak nem kompozit kábelt kellene használnod? Hogyha veszel egy SCART RGB kábelt a CRT TV-hez, akkor azzal színesben fognak futni az NTSC játékok is. Mert néhány régebbi TV kompozitor nem tud nem tud színesen megjeleníteni játékokat. De hogyha a SCART kábeled van RGB, akkor az RGB megmondja a TV-nek, hogy milyen színeket kell használni, és akkor színes lesz az NTSC is. Tehát csak egy RGB SCART kábel kell neked, és ezt szerintem megoldja a gondodat. Vagy szokj rá a heroinra, az is biztos sokat segít. Sajnálom, nem tudom miért vagyok ilyen. Megesik az ilyen. Na kezdünk nagyon közeledni a játék végéhez. Ne szopass már, kajak? Ja. Mert igyekszek annyira nem sietni akkor mostantól. A lagút kiáratának kulcsa. Hát igen. Na majd csak valami 4-kor kezdtük. Hát 1 óra 47 perc megy a stream. Teljesen jó időt futsz. Na, még azért van még hátra pár dolog, még most végig kell mennünk ezen a helyen, aztán... Én tudod, hogy mit mennék végig szívesen? Nem merem megkérdezni. Helyes. Ki ismertél? Jó. Jó van. A nővérkére gondoltam. Ja? Ja. Azt hiszem, azt mondani, hogy anyádon. Tász meg amúgy, hogy mehet, hogy jobb lett volna. Kurva életben. Nem vagyok valami okos. Ellenben cserébe... pupák. A képminőség is ezerszer jobb lesz, hogyha szaros kompozit kábelről átváltasz RGB SCART-ra. Csak mondjuk nem érdemes a legolcsóbb kínait megvenni, hogyha nem tudsz forrasztani. Szerintem érdemes egy jó kábelre befizetni. Van hardware aprón egy faszi, akit tudok ajánlani. Keres rá hardware aprón arra, hogy RGB, csak erő, nem is RGB, hanem SCART, mondjuk SCART, vagy RGB, vagy mi is, mi hardware aprón keres rá. Van egy faszi, aki csinál jó minőségű kábeleket Magyarországon. Csinál. És ilyen valami 10.000 forintért kapsz egy kurva jó minőségű SCART kábelt tőle. Úgyhogy szerintem megéri. Jaj, hülye vagyok. Bazd meg. Várjál. Most már mindegy. Rá tudok nyomni a folytatásra? Még ugyanoda fog visszarakni? Véletlenül átmentem a nővérkém. Visszarakott az elejére. Akkor még egyszer végigmegyünk, akkor még egyszer a csatornán. Bocsi, véletlenül... Tovább mentem, elfelejtettem, hogy jó endinget akartam megcsinálni. Okay. Jó, ups. Nice. Nem gond, gyorsan átszaladunk rajta, ez kész. Igen, teljesen elfelejtettem, hogy igen, a másik endinget akartam, nem a rossz endinget. Ahhoz kell egy pár dolgot csinálnunk ebben a üdülővárosi körzetben. Attól függ, hogy megkapjuk a jó endinget. Még jó, hogy időben eszembe jutott, mert ha betöltötte volna már az átvezetőt, akkor mellett, hogy túl késő. Sosem túl késő. Kivéve, amikor betölti az átvezetőt. Akkor mondjuk fagd.
Mennyire proli dolog ásványvízből csinálni a pezsgő tablettát? Egyáltalán nem. Akkor jó. Mert miből kellene? Csak vízből gondolom, de szerintem egy régen ásványvízből, tehát én szélsebes ásványvízet már nem nagyon iszok. Csak szélsebmentéset. Én se. Ja, szélsebmentésből csináltad? Aha. Ja, jó, oké. Okay. Én is szoktam abból néha, mert a csapvíz elég sokszor szar szokott lenni, úgyhogy... De meg mindig rossz. Én nem is, tehát nem tudok csapvizet inni, mert nem jó. Ja, nem az igazi. Ami elég szopás, mert a víz is ugye egyre drágább lesz. A boltokban, meg minden. De mit csinál? Még hát a víz is kezd drágulni eléggé. Boltokban. Ja, hát igen. A kóban már valami 250. Egy másfeles ásványvíz. Én ilyen nagy vizéket szoktam venni, ott litereseket. És akkor abból töltögetek. Ez se rossz egyébként, lehet nekem is ezt kell. Pik. Vagy ha abból iszok. Macerás, de megoldhatom. Csak néha így leöntem magam teljesen, így kijöntök vagy egy litert. De még így is olcsóbb. Ezek a nyikorgások, ezek a játékban jönnek, vagy... Az ajtó. Annyira indokolatlan. Ezzel gondolkoztam, hogy 3 perc, hogy is kezdek megőrülni. Az a poén egyébként a játékban csak akkor számít, tehát hogy van ilyen eredmény tábla a játék végén, amit nem végülted, és van ilyen stat, hogy hány continue-t használtál. De az csak akkor számolja, hogyha meghaltál és úgy használod a continue-t, hogyha, mint ahogy én csináltam az előbb, hogy soft reseteltem, úgy nem számít. Továbbra is nullán van. Elmés. Hát akkor ez papíron, ez így no death? Hát papíron, ja. Ah. Nem, hát jó, nem azért indítottam újra, mert meghaltam, hanem mert hogy elfelejtettem valamit, de... De... halálozás sosem... Baj. Sosem jelentett, tehát igazi, nem sosem volt igazi fenyegetés, mert hát könnyűn játszok egyrészt. Minél gyorsabban tudjuk nyomatni. Hát mondjuk most közel voltam hozzá, de... Most már nem. Nézzük meg a térképet, mik vannak itt, azt mondja, hogy South Park, Óváros, MBC Burger, Indian Runner, Annie Söröző, most Annie kell sört, Norman, Motel, Nyugati Garázs, Keleti Garázs, mi az? Tóparti Vidám Park, Tópart, Világító Torony. Jó, először is mennünk kell a... az Indian Runner nevezetű helységbe. Incsön. Hol van ez? Jó, endinget nem szoktam sűrűn csinálni, úgyhogy most hát egy kicsit tovább fog tartani, de jó fele megyek? A faszba vagyok. Jó, oké, okay, nem. Hoppá! Itt egy Bartos letámadott engem. Nya, nem, hülye vagyok, ez nem az a püdös picsába. Nem az Indian Runner, hanem a... Any börözőbe, sörözőbe kell menni. Böröző. Először ide. Na,
volt benne egy kis, egy-két kisebb baki. Félrefordítás. De... nem vészesem ugye, tehát összességében jónak mondható ez. Talán egy jelírás volt. Ja, egy jelírás volt, tehát... igen, egy jelírás ebben a átadatőben. De bat. Szerintem még az is ilyen úgymond érthető elírás, hogy hogy mondjam, tehát hogy nem... Meg belezavarodott az ember. Ah, nem olyan egy katasztrófa. Tehát ha nincs külön lektorod, ezeket amúgy nem veszed észre, mert... X időt eltöltesz vele, érted? Úgy, úgy immunis leszel a saját hibáidra ilyenkor. Na meg van, amikor az egyet csak autokorrektel, és így teljesen átsiklasz rajta. Igen, igen. Én is azért szeretem mindig az ilyen dolgokat elolvastatni, vagy megnézetni mással is, mert van, amit így, tehát egyszerűen kihagyja az agyad. Koreai még feladnunk. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Nem. Nem. Just nem. Ó, oh, italok. Just simply nem. Billy Arthron. Jó, itt fel lehet venni egyébként egy ilyet. Azt hiszem, nem? Nem lehet felvenni ezért? Ha... azt hittem valamiért, hogy fel lehet venni a dákot, de nem. Ha. Becsel kijavították. Nem tudom, miért hittem azt, hogy fel lehet. Lehet, hogy a másik játékkal keverem. A GTA San Andreas-a? Azt lehet. Itt fel lehet venni ezt a bizbasz... Jó, ja, várjál, lehet, hogy azt kell ott felvenni? Nyilván Kaufman ejtette el. Van benne valami. Kaufman kulcsa! Ez egy blokk. 0473 volt ráírva a blokkra. Nem, ezt se lehet felvenni. Akkor lehet, hogy csak keverem, mindig. Vagy csak hülye vagyok. Mind a kettőre van reális esély. Nézzük meg ezt a... ezt a bótot, ezt a Indian Runnert. Ami hol is van? Hol vagyok most? Igen. Igen, még annyi probléma van egy kicsit ezzel a játékkal, ez híres erről. Legalábbis így a, azon emberek körében, akik rendes, normális, jó minőségű skálázókat használnak játékra, nem pedig CRT-t vagy vagy olyan skálázott, ahol ez nem jelent gondot, de szóval az a lényeg, hogy... mi volt az? 4, 7, 3... azért... hoppá. Szóval, hogy... ez a játék nagyon ismert a, az ilyen... azon retro játékosok körében, akik jó képminőséget akarnak kihozni, kicsalni régi konzolokból modern tévéken. Ugyanis ez a játék, ami egyike azoknak, ami gyakran vált felbontást. Tehát PS1 játékoknál sokszor volt az, hogy 240p, tehát 320x240 vagy 720x, vagy 640x240, 720x240 felbontás volt használva, tök mindegy. Szóval 240 sor felbontás volt használva a játékoknál, gameplaynél sokszor, viszont néha meg a menüket 480i-ben használták, tehát interlaced sima TV adás felbontásban, és rengeteg játék váltogat a kettő között gyakran, sőt van, ahol a játékmenet is 480-i, meg ilyesmi. És ez a játék azon játékok közé tartozik, ahol a menü az 480-i, a játékmenet 240p, tehát a 240p az egy ilyen trükk felbontás, amit régi konzolok használtak, hogy egy progresszív képet alkossanak egy CRT tévén, tehát hogy nem vibrál a kép egyáltalán, hanem olyan szép, meg tiszta, meg éles, de alacsonyabb felbontású, tehát ez nagyon jól működött CRT-ken. És ez a CRT TV-t nem zaklatja, mert ez igazából csak egy ilyen made-up felbontás, és tökéletesen tud váltani a kettő között seamless, tehát semmi zavar nincs benne. Viszont sok skálázónál az van, hogy ugye más felbontás, akkor azt fel kell hozzá szinkelni, és akkor van egy ilyen több másodperces kimaradásod, amíg a skálázó szinkronizál a két felbontás között.
Tehát ennél a játéknál nagy probléma, mert sokszor gameplayt megzavarja, és nem tudsz vele normálisan játszani. Tehát ezért is nekem egy másik skálát, tehát ezt a skálázót kell, hogy használjam, a másikat nem tudom használni, mert ez nem kényes erre a felbontásváltásra, tehát ezt a GBS kontrollt használom, hogy ez megoldja ezt a felbontásváltásos problémát. Van milyen játék még, a Chrono Cross, meg a Dino Crisis is, ahol sokszor váltogat felbontás, és akkor nem látsz semmit, miközben támadnak téged, meg ilyesmi. Miért akarnál bármikor bármit látni? Ez tény. Szóval, amikor például megnyitom a térképet, vagy megnyitom a menüt, akkor lehet néha látni egy pár ilyen csíkot, meg ilyen képhibát, meg ilyesmi, ez csak akkor vált felbontást, és akkor ez... De azutána elmegy, szóval az nem gáz. Augusztus 20. Erre járt, átadtam neki a csomagot, amit a nő itt hagyott. Szeptember 12. Normannél is tiszteletét tette. Nem akarok többé a fajtájukkal üzletelni, de jobban borsódzik a hátam, mint valaha. El kellene hagynom a várost, de belegondolni is félek, mi lenne a következménye. Most felvettünk egy kulcsot, zárva. Viszont megpróbáljuk használni ezt a kulcsot. Lehet, hogy pár csík néha, hogy megjelenik. Megpróbáljuk ezt a kulcsot használni, amit az előbb felvettünk. Nem tudjuk használni. Ja, mert ez Kaufman kulcsa, hol a másik? Itt a másik kulcs. Kinyitottam a páncélszekrény ajtaját. Mi lehet? Kábítószer? Remélem, hogy Hellbar. Igen, vegyük be. Nem, ez White Claudia. Ez a helyi kábítószer, de elég erős, hogy be kéne venni, de nem akarja elfogyasztani, nem tudom miért. 3 kiló kenyér, 3 doboz tej, 2 cucat tojás. Minden nap reggel 8-ra a hátsó bejárathoz kéretik leszállítani. Belépőkód 0886. Ezt meg kéne jegyeznünk, hogy 0886. Már elfelejtettem. Helyes. Kozokról sose tudtál felvenni, Easy Cap-ből akartál felvenni annó, de szana szét glitch-el a kép. Nem tudom, hát attól függ, hogy mit akartál felvenni. PS2 játékoknál ez annyira nem jellemző, csak PS1 játékokat érint elsősorban. PS2 játékoknál elég ritka, hogyha 240p-t használ egy játék. Hát inkább többnyire minden 480 is. Vagy hát ugye PAL esetében 576. Totál nem jó felé, melyik faszban van ez? 576 díg, ezt sose fogom megérteni. Mit? Miért 576 díg? Hát ennyire jött ki azért a régi PAL jelnek a sorfelbontása. Így sikerült. Hát valójában úgy van ez, hogy nem, tehát nem 576, hanem 625. Ah? De annak... Tehát így az összes információ régen a TV adásokban is úgy hívták mindig, hogy 625 soros, mert ennek egy részét nem látod, mert az overscanen kívül van, vagy az overscan area-n kívül van, és ez csak ilyen többletinformáció, sokszor teletextet is arra használták, meg ilyesmi. És ennek a levágott verzió az 576. Tehát még az NTSC meg ugye 525 line volt, de abból a levágott verzió 480. I see. Tehát az 576-i dolgot csak akkor kezdték el először használni, amikor jött ez a digitalizálásos dolog. Tehát amikor DVD meg kutyafaszal meg ilyesmi. Meg hát ugye videójáték konzolok. Videójáték? Szervusz! Na, mit kell csinálni? Azt mondja, hogy... Itt lehet menteni is egyet. Van itt egy nénis poszter egyébként a falon valahol. Néni! Ah, ott van. És
nem lehet rendesen látni, várja. Nem lehet jobban ránézni, sajnos. Ez csak a új játék pluszban lehetne látni, mert akkor van ilyen normális kamera, amivel mögé lehet rakni a kamerát és látod, de hát valamennyire látszódik. Csak egy poszter, de most nincs időm bámészkodni. Ez egy mágnes, hát nem igen. Magyarázd már el a mágnest. Hogy érted, hogy passzolnia kell? A régi időkben úgy működött a dolog, hogy anamorfikus? Vagy hogy mondják azt? Anabolikus szteroidok? Nem. Nem arra gondoltam most éppenséggel. Ez az anamorf widescreen. Amikor igazából csak szét van nyújtva a kép, de az alap információ az 4-3-as, csak úgy van kialakítva a kép, hogy ha azt szétnyújtod, akkor utána lesz helyes a képarány. Azt hiszem anamorfikus, vagy anamorf, vagy hogy a faszba hívják magyarul widescreen. Tehát, hogy ugyanaz a felbontás, tehát 720x576, meg 720x480 interlaced, de a kép úgy van kialakítva, hogy azt szétnyújtod, és akkor helyes a felbontás. Tehát ez... Tegnap is úgy játszottam a Harry Potterrel, tehát simán csak PAL 725-76 képet küldött, de... de azt ugye szétnyújtom a képet, és akkor úgy lesz helyes, széles vásznú a felbontás. Nem, ez nem így van, mert mondom, hogy 576-i az lehet akár szélesvásznú felbontás is. Tehát ez lényegtelen. Hova? A faszba kell, mert hol van az a garázs? Nem igaz, nem találom. Itt van valahol, itt ez az. Tehát nem úgy van, tehát a 576-i az lehet szélesvásznú felbontás is. Tehát nincs... Tehát, mert ugye CRT-knél úgy van, hogy nincsenek megszabva a pixelek eleve. Tehát csak a sorfelbontás számít. Tehát ezt szét lehet nyújtani. Mert a pixelek nem négyzet alakúak, CRT-n nem is nincsenek leszögezve, nem fixek. Kinyitottam a motor tanksapkáját. Egy kicsi üvegcse, amit nejlontasakba rejtettek. De mi ez? Olyan, mint az a darabokra tört üveg, amit a kórház igazgatói irodájában találtam. Give me that. Ide vele. What is this? Miért? Mi ez? That's none of your business. Az nem tartozik önre. Instead of messing with that, hogy utána kutakodik, miért nem talál ki valamit, amivel kijuthatunk, nem tudom, mi volt. Nem itt kellene rontani a levegőt. Mégis mit képzel, hogy mit csinál maga? Meg akarja magát öledni? Tűnjön innen! Jól van, nyugalom. Javaslom, hogy foglalkozzon a saját dolgával. Ugye, érti? Milyen ideges lett, és feltűnően sietett. Csak az időmet vesztegettem. Igyekeznem kell, Cherylnek szüksége van rám. Cheryl? Nem, a tévéadás az 480i volt Amerikában. De... az csak az NTSC formátum. Nálunk PAL formátum volt, ami 576i volt. És mai napig is valamilyen oknál fogva 50 Hz-es a tévéadás, nem tudom miért. Akkor lehetne csak 60 Hz, tehát túl egyszerű lenne. De hogy mely jó legyen.
Jaj, geci. What's this? Mi történik? Oh. 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 Nem már, megint? Nem, ez most teljesen más. A két világ eddig sohasem találkozott egymással. De ez most olyan, mintha rémálom beleolvadna a valóságba. Egyáltalán nem tetszik ez nekem. Nagyon rossz előérzetem van. Vagyis támad. Valami rettenetes dolog léphetett működésbe. Milyen sok mindent látni, ez külön tetszik. Tehát, hogyha nem tudnád így merre kell menni, akkor itt lehet egy problémás volna. Nem tudom merre kell menni, teljesen véletlenül találtam ide. Geci, jól tippelsz már. Aha, kéne ott tudt vennem. Cibill. Károly, hogy jutottál ide? Követtem a csatornát. De vágtad el a kerítést? Ti is kövessétek a csatornát, ne csak az enyémet, hanem az Edét is. Köszönöm ezt a tökéletes átvezetőt, Cibill. Úgy sincs rajta semmi, de úgy igen. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy, and I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. But now I know I'm not. Fast. It's not me. Yeah, hogy lehet ilyet. Aha. It's being invaded by the other world. Köszönöm szépen. The world of someone's nightmarish delusions come to life. Nem mertek donítani 15,000 dollárt. Trying to swallow up everything in darkness. Pirák vagytok hozzá, mi? I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. Ott? Cheryl, ott. Under whoever created this darkness, Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry, this whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Cibill, I... The demon is awakening, spreading those wings! Dahlia Gillespie. Was it not as I said? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day would come. And what's more, the task is almost finished. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Even in daytime, darkness will cover the sun. The dead will walk and martyrs will burn in the fires of hell. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the demon. Kálisd meg a démont! A démon, aki magára öltötte a gyermeked alakját. Állítsd meg a DVD-t. Állítsd meg, mielőtt lányodból áldozat lesz. Mielőtt még túl késő lenne, állítsd meg morfológust. Állítsd meg őt. Mit tegyek?
Menj a világító toronyhoz. Majd a, majd a Vidámpark központjába. Igyekezz, te vagy az utolsó remény. Károly. Tényleg nem értem, mi folyik itt. But if there's a chance we can save your daughter. Ez egy esélyt jelent a kisnél szemedre, akkor benne vagyok. I'll check out the amusement park. Én megnézem a Vidám parkot. You go to the lighthouse. Tiéd a torony. Sybil. Thanks. Sybil, köszönöm. You will need to use. Használnod kell majd. Use what? Mit? The flowers. A flaurost. Only with that. Csak azzal állíthatod majd meg. What about Sybil? És Sybil? Sybil? Hát, neki annyi akkor ezek szerint. Hát ő, fog. Ez az egyik legrosszabb része a játéknak. Itt nagyon, nagyon meg tudnak téged bakni könnyedén. Hogyha nem vagy elég óvatos. És elég óvatos vagy? Hát, igyekszek. Itt ilyen nagyon keskeny dolgokon kell átmenni. Mindenütt. Ups. És kurva sokan vannak. Uj! Rohadt az egy fajtűkhanyat. Ez valami horror? Hát ez a horror. Ez a csöndes hegy. Csendes hogy. Csendes hogy. Csöndös hogy. A szegedi levelettől függ, hogy mennyire. Ennyi csöndes. Nem hallottak még sohasem a Silent Hill-ről, tehát így valaki ránézel és nem tudja, mi ez a játék. Ez egy klasszikus. Nem tudom egyébként. Damn, I was too late. Szerintem van egy bizonyos kor, ami fölött vagy alatt. Ja, mondjuk ez tény, igen. Így kimaradhatott, yeah. Mert az utóbbi időben nagyon, nagyon kús van a Silent Hill körül. Nagy lófaszor, most van pont, most volt nemrég egy csomó bejelentés mindenféle remake-ről, meg minden szarról, nem? Már csinálják a Silent Hill 2 remake-et, ja. Silent Hill remak. Nekem ez... teljes mértékben kimaradt, lehet, hogy azért mert fogyatékos vagyok. Sybil has de miért a kettő? Az egyből is lesz, vagy abból már van? Nem, vagy abból csak sose lesz. Csak kettőből, mert az a legnépszerűbb. Mondjuk hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem a kettőről hallottam a legtöbbet, ez tény. Nem véletlenül. Imádják. Én annyira nem szeretem a kettőt, nekem az egyik kedvencem. Hát a kettőt biztos nem tudnám mennyi idő alatt végigjátszani, azt tudom. Egész jónak tűnik ez a remak. Mármint, hogy nem. Így jól néz ki. Hát... nem. Mondjuk ebben szerintem szar lesz. Ez... Silent Hillnek van egy ilyen története, hogy... Tehát ugye volt ugye az eredeti csapat, aki ezt a játékot is csinálta, a Team Silent. Ők csinálták az első négy játékot. És ugye mindenféle formulát így félredobtak, és nagyon egyedi játékok voltak, és ezért szeretik az emberek nagyon. És utána, a negyedik után széthullott a csapat, és Konami úgy döntött, hogy hát akkor tudod mit, akkor adjuk a játékot oda ilyen Western developereknek, ahelyett, hogy a japán Team Silent csinálja a játékokat. És így konkrétan minden egyes Silent játék, ami a négy után jött, egy ótvaros nagy szar volt gyakorlatilag. Nice. Ebbe beletartozik a nulla is, vagyis az Origins, amit ugye végigjátszottam egyszer valami oknál fogva, nem tudom miért. Az az előtörténete ennek. Statisztikus vagy. Az lehet. És, ja. Szóval mindegyik fos volt. És csináltak a kettő, meg a háromból ilyen
HD remastert, ami legendásan szar lett. És... abban van a Comic Sans? Igen, igen, de az csak azért volt benne, mert nem volt meg a Source Code Final verzió, az úgyhogy beta Source Code-ot használtak, amiben még Comic Sans-et használtak, és mindenki kiakadt ezen, hogy jaj, de hülyék, ezek a fejlesztők Comic Sans-et használtak. Direkt. Direkt. Zahja, igen. És ilyen mindenféle cseh, meg ilyen mindenféle ilyen szírszar mobil developereknek odaadták a legnagyobb IP-jukat, egyik legnagyobb IP-jukat a Silent Hill-t. És így, hát akkor, na kezdjétek vele valamit, és hát mindig szar lett a játék. Milyen meglepő. Ez izé, nem? Rákos Konami. Aha. Nem, de Konami. És most pedig, hát ugye csak pénzt akarnak belőle. Aztán egy idő után ugye kihalt az egész Silent Hill sorozat. És már ott tartottak, hogy csak ilyen izéket csináltak. Például megjelenítettek... Pachinko machine csináltak Japánba a játékból. Mert hogy igazából csak a pénz érdekelte, tehát akkor legyen belőle ilyen gyakorlatilag ilyen japán játék masina. Mint egy félkorú rablószerűség. Aztán kiadtak legutoljára... gördeszkákat adtak ki. Hát elnézést, hogy mondod? Van egy ilyen sorozat, ilyen, ami 4 vagy 5 darabos Silent Hill inspirált a gördeszka sorozat, ami kurva drágán meg lehet venni. Mert hát neki csak a pénz kell, őket nem nagyon érdekli, hogy most... Ja, hogy tehát real shit fizikai... Igen, rendes gördeszkát. Board, aha. Igen, mert a gördeszka az annyira illik a Silent Hill világába. Édes Isten. És ezek után van pofájuk előjönni, és azt mondani, hogy ők ezt komolyan gondolják, és most tényleg lesz Silent Hill. És odaadják a Silent Hill valami lengyel fejlesztőnek, akik csinálták azért is Goober Team, mit tudom én, ami szar. Bluebird Teamnek odaadták a játékot, hogy ők csinálják a remake-et. Bluebird Team az? Meg ők csinálták azt a szart, ami 19-ben jött ki, vagy mikor ez a Tormented Souls, azt hiszem, nem is tudom, melyiket csinálták őt. Layers of Fear. Ja. 1-2, Blair Witch. Szóval ők csinálják az új... ők voltak a Mediumot is ők csinálták. Uh-huh. Ez valami egész jól áll volt. Szóval az... itt meg lehet ölni civilt, vagy ráönthetjük azt a véres, szájvéres, szilánkos lötyöt, amit felszívtunk a padlóról. És akkor kijön belőle ez a trutyma, ami benne volt. Sajnos nem tudom a glitchit megcsinálni, mert ugye ez fal verzió, de jó lett volna, de mindegy. És ez amúgy ez munkahelyi balesett ilyenkor, vagy ez hogy működik? Ami most történt itt? Aha. Hát... wake up! Snap out of it! Mert ő rendőr volt. Ja. Nem, jól van egyébként. What happened? Hát jó, de odaadta a fegyverét meg a jelvényét, hát most már nem rendőr. Don't talk. Ja? I'll take care of you. A jelvényét még talán nem. Á, jó, az az én headcanonom. Harry. Ezt én önkényesen eldöntöttem, why her? I'm not sure myself. But, you know, Cheryl isn't my biological daughter. I actually haven't told her yet. She probably already knows anyway, though. We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. We didn't have any kids of our own. Nemrég volt egyébként, igen, 24 éves ez a játék. Mert 99 januárjában jött ki. So we took Cheryl in. So in that case... there might be some connection between Cheryl and this town. Nem. Továbbra is szerintem a legcreepybb Silent Hill, amit valahogy csináltak. Cheryl is my daughter. I will save her no matter what. Kicsit hiányolom is ezeket a survival horrorokat, hogy így nagyon kevés olyan van, ami nem hulladék. Hold it right there. I don't know who you are, what you're trying to do, and I don't care. Just one thing.
let Cheryl go. That's all I ask. What? Ez egy kicsit glitchesen néz ki PS2-n itt ez a, ez az aura, ez aura körülötte. PS1-en kicsit jobban néz ki ennél, de már nem vészes. Teljesen rendben. Kicsit baki lett ott. Minimális képhibák. Jobb, mintha villózzanak. Ja. Hol van Cheryl? Cheryl, add vissza a lányomat. Végre találkozhatunk a Lessa. Dahlia Gillespie. Hol van a lányom? Feleljen! A Lessa. A kicsinyes játékainak immáron vége? Mama? Ha? Csak nem. Nem kevés felfájást okoztál már nekünk így is, nem igaz, kicsi Lessa? Óvatlan voltam. Azt hittem, hogy az ige majd kordában tart. De anya, nem láttam, mennyit is fejlődtél. Ezért voltam kénytelen segítségedet kérni, hogy újra elfoghassalak. De milyen kár, nem igaz? Tartozol a fiatalember segítsége miatt. Hé, miket hadovál össze? Ha lesz a kislányom, már csak egy dolog maradt, amit szeretném, ha megtennél. Ne, ne nyújj hozzám! Gomisz kislány. Már minden készen áll. Ideje hazamenni. What's going on here? Mi az ördögöt művel? Keresztapát. Nem tudom. Nem gondolkodtam rajta. Szoktál gondolkodni? Ó, néninek remeg az a szeme. De nem vettem észre, mert csak a... Ott ugyanezt akartam, hogy érdekes, én nem azt néztem. Furi, furi. Csak a perifériás látásomból láttam. Képtelen vagyok kiverni. Mi az, Lisa? Szóval lehasonltam az alak sorba. Bár reszkedtem a félelemtől. Ahogy mondtad is, az a raktár. Ijesztő volt ugyan, de valóban semmi különös. De amíg lent voltam, elkapott ez a furcsa érzés, mintha valami történt volna odalent, de képtelen vagyok felidézni mi. Mi volt az? Harry, segíts! Teljesen kész vagyok, nem bírom tovább. It's only a temporary. Ez csak átmeneti. Idővel menni fog, ne aggódj. Don't fret about it. You'll remember after. Még sokkos állapotban lehetsz az elhírásod miatt. No. Itt el van csúszva. You don't understand. Valamit nem stimmelt. Where do you think you're going? Mi fasz történt itt ebben az átvezetőben? Nem mondott, hogy kifagyott. Oh. Ne. Inkább soft resetelek. Biztos, ami biztos. Nem is mentettem egy ideje. Faszom. Inkább soft resetelünk, mert... Széthullik itt a rendszerbe, az meg. De nem... Mi fasz? Harry. Várj, tudod mit? Mentek egyet, aztán soft resetelek és megpróbáljuk megnézni ezért. Ez nem is hülyeség. Régmiségboltba mentettem utoljára, az nem most volt. Nézd csak meg még egyszer, hát most jó lesz.
Jaj, ne, bekapcsoltam ezt a szart. Nem tudom azt, hogy kell kikapcsolni. A picsába, nem tudom, hogy kell kikapcsolni ezt a szart. Á, nem tudjuk megnézni az átvezetőt. Mindegy, nem sok minden maradt ki amúgy se. Csak könnyű, hogy lelépett a csaj, és akkor... Ah, oké, sikerült. Oké. Lelépett is mondta, hogy akkor a kurva vagy. Harry meg mondja, hogy mi az az. Nem akartam, hogy kifagyjon, mert szopás lett volna. Ott valahogy beakadt az átvezető, majd ezt lehet, hogy még egyszer megpróbálom előidézni. Már vártak engem. Kár, hogy nem mentettem előtt a picsába, mindig elfelejtek menteni, mert nem gondoltam, hogy kell. Cheryl. Na, sose játszottam a félbelőle. Fabléval. Fable. Fable magad. A Fable szerintem a leg... dzsenkebb játékok közé tartozik. Ever. Meg az egyik leg... overhyped-abb... Moly Lepke Péter által. Nem, valahogy beakadt az átvezető, és a szöveg meg ismétlődött. Majd ezt lehet, hogy még egyszer meg kéne nézni, hogy mi történt. Hát, hogy kicsit ki van akadva. Majd betöltem a másik mentést, és végigszaladok a játékon gyors, hogy megnézzük, hogy ott mi lett volna, de most inkább csak végigviszem gyors. Hogyha már itt tartunk. Mert nem akartam most újra kezdeni azértől a régiség bolttól. Csak végig kell szaladni a játékon, nem tart sokáig. Nem 10 perc. A régiségbottól számítva. Hol? Ezt itt azt mondod, hogy az elejétől. Nem, nem, van egy mentésem a régi régiségboltban, csak nem akartam onnan folytatni most a játékot, mert nem elég szopás lett volna. Régiság. Ups. Itt egy nagyon nehéz puzzle, amire sosem tud senki rájönni. Valaki azt hiszi néha, hogy ezek ilyen asztrológiai szájnok, vagy mi a fasz, és akkor az alapján kell megcsinálni. Tehát, hogy a hányadik hónap, vagy valami hülyeség. De csak annyit kell benyomni, hogy hány végtagja van a kifejezett képnek. Asztrológiai... Most hirtelen egyébként azért nézelődtem ott szét, hogy nem tudtam, hol van a majdnem azt mondtam, floppy meghajtó, a videó magnó. Azt hiszem talán az alaksorban van. Majd azt hiszem az alaksorban van a videó magnó, majd megnézzük azt a kazit, amit felvettem. Harry? Károly? Lisa? Károly? Lisa, mi van veled? Értem már. Most már tudom, hogy én miért élek, mikor mindenki más már halott. Nem én vagyok az egyetlen, aki még bolyong. Olyan vagyok, mint ők. Csak eddig nem vettem róla tudomást. Sexuálisan vonzó? Liza? Kérlek, Károly, meredj? maradj mellettem. Annyira félek, segíts rajtam. Menj meg tőlük. Kérlek, Károly. Ja, itt volt valami puzzle, hogy el kellett olvasni a neveket, vagy valami ilyesmi, és akkor
A koruk szerint kellett sorbrakni, és akkor úgy jött ki a jelszó az ajtóhoz, hogy alert, bár teljesen nem is felejtettem megemlíteni. Alert, ü. Egy napló hever a porban. Ma megérkezett, ma megkértem a főorvost, hogy helyezzen át egy másik beteghez. Kezd egyre furcsább lenni. Még életben van, de sebei soha nem fognak begyógyulni. Ma közöltem a főorvossal, hogy kilépek, elegem van abból a helyből. A szoba tele van bogarakkal, minden csoka van, és mégis bejönnek valahol, teljesen kikészítenek. Bogarak egy kórházban. Rosszul érzem magam, hány ingerem van, de csak epét tudok hányni. A mosdóból ma ömlött a vér, meg a genny, hiába zártam el a csapot, csak folyt tovább. Kell az anyag. Valaki segítsen. Itt van itt a falon itt egy ilyen tábla. És akkor kor szerint sorba kell rakni, tehát ugye a legfiatalabb, tehát hogy ki van legmesszebb a haláltól, és akkor úgy kell, tehát így Grim Reaper's List, érdekes. 18 Albert, akkor A, 35 Linda, vagy mi az Lydia, akkor az L, Al, 38 éves Edward, akkor az Ale, aztán 45 Roberta, és Trevor 60, akkor így alert. Alert. Ez amúgy egész lármi is. És akkor itt volt ez a... Felvettük ezt a kőtáblát, abból a végtagos puzzleből, amit bele tudunk rakni az órába, ahol van egy kulcs benne. És ezt meg tudjuk szerezni. És akkor most megyünk a Haggis ajtón keresztül. Még nem tudom, miért a Haggis nincsen zölddel írva. Eredetiben zöldül van, azt hiszem. Ja igen, fel kellett volna vennünk egy kamerát, egyébként van itt egy ilyen pőzli. Hogy felveszünk egy kamerát, és akkor lefényképezed a képet, és akkor kialakulnak ilyen formák, és akkor az alapján kell, be kell ezeket iktatni ide ebbe a szarba. És akkor kinyílik az ajtó. Fel tudjuk venni a... kalitkás kulcsot. Hova kell menni? Másodikra, köszönöm. Én biztos, hogy veszélyesen most tovább ez a játékhoz. Na, csak szokás kérdés igazából. Nem vészes. Én nagyon hülye vagyok, és mégis nagyjából lehetok lehet igazodni. Hát ne, úgy mondom, hogyha így meg kéne oldanom ezeket a puzzle-eket meg ilyen. Ja. Az 4 napig ülnék ott bazzek, hogy mi a... mi? Számok, meg nevek, meg betűk, meg mi? Na, nem olyan vészes. Hát neked már 2-1 az igud. Nekem csak egy. Jó, de akkor is csak 10 éppenséggel. Hát jó, de hát az már 11-jel több, mint ami nekem van. Áj, figyelvék, azt kell mondanom, hogy jó, de nekem is csak ezért csak 9. Két jegyű, de az első számjegy 0. Nem, két jegyű, de az első számjegy, az egy negatív jel. Aha! Itt van egy ilyen hűtőszekrény. Viszont érdemes beláncolni, hogyha nem láncolod be és kiveszed a kardot, akkor egy... Megbasznak? Megbasznak, igen. Már hát akkor nem láncolom be. Hogy megbasznak, be. De ja, mivel bezártuk, ezért nem tudnak minket megbakni. Hát csak pillanatra gasztóz satra a segjüket. Ja. De így valami ilyen bizbaszokat szedünk fel, amit majd később lehet, hogy jók lesznek, nem tudom, mert talán csak... Ezt érdekel? Mi baj lehet? Hú, megkívántam egy kis azért, jelly beant. Fast. Együnk egy kis jelly beant. Kérsz? Jelly bean. Gumicukrot? Ami nem gumicukor egyébként. Mindegy. Hát... Van valami...
Haribónak azt hiszem ilyen jelly bean-je. Tudom, ettem is párszor. Kurva jó. Az geci jó cucc. Az. Ilyen kemény puha. Aha. Nagyon menő. 60 FPS megint. Zselésbab. Nem tudom. Zselébab. Hopsz. A jó geci, nem bírom tovább behugyozok. Pillanat. Hájra. Most azt hiszem, hogy elkezd majd behugyozni. Ténylegesen. Elfelejtettem kikapcsolni az áramot, vagy kikapcsoltam az áramot? Kikapcsoltam? De kikapcsoltam az áramot, nem? Fú, de hülye vagyok, nem tudom, szerintem kikapcsoltam. Ugye? Ugye kikapcsoltam. Meg, oké, ki van kapcsolva, jó. Elfelejtettem ide bejönni, azt hiszem itt van a videomagnó, ugye? Ah, ez az zsír. Tehát ezt a videomagnót, ezt a kazettát tudod használni a normál világi videomagnón is, de akkor nem játszódik le rajta semmit, tehát tiszta glitches. Itt lehet egy idő normálisan lejátszani. Ja, mert most ózdom vagy. Mi az? A láza még mindig szokatlanul magas. Nincs eszméleténél. Van púzusa, de épp hogy csak él. A bőre szénné égett. Hiába cserélem folyton, a vér és a geny átszivárog a kötéseken. Miért? Mi tartja még őt életben? Én ezt már nem bírom. Egy élek sem tudja meg, ígérem. Kérem. De jó, ezt a kazit nem lehet, csak itt lehet megnézni. Mert ugye van ugye két világ igazából a játékban, ezt ugye a játék végén most elmagyarázom. Van a normális, meg az Otherworld, és akkor csak az Otherworldben lehet ezt a kazit megnézni. Otherworld, amikor ugye minden rozsdás, meg minden szar. Ah. Úgyhogy a játék végén ezt jókor elmagyarázom egyébként, nagyon helyes. Főleg, hogy itt vagyunk az utolsó ajtónál egyébként. De a lényeg, hogy elmagyarázted. Uh-huh. A gyengébb kedvéért, mint szerény személyem, valamint jó magam. Valamit, jobb az meg, elfelejtettem bemenni ide, hups. Egy ajtót elfelejtettem, mert... Ja. Van itt még egy átvezető. Everything is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk? Is buried deep down in the subconscious. Tetszik, hogy ez csak Harrynek a hangja, de próbálja ugye elmélyíteni. That wasn't our agreement. Nem volt pénz több voice actorre. No, these are just stalling tactics. If we lend a hand, elment az összes pénz a ködre. Get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing, unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain is sure to come. Oh, csak használjunk egy mágikus spell. But that will take time. Yeah, azt is. Megtaláltam Ouroboros korongját. Ez nem egy? Mi? Az Ouroboros, ez egy ilyen mitikus lény, nem? Ja, hát ez ilyen mitikus bizbaszok, amiket most felszeregettünk itt. Valami... Nem a saját farkába harapó kígyó az Ouroboros? Nem tudom.
Nem vágom a mitológia. Én sem, hogy geci ostoba vagyok, ez lehet, hogy közben do what mommy tells you now. Én utána nézek, hogy kell írni. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. Na, milyen okos vagy. Emblematic serpent of ancient Egypt and Greece, represented by the tail in its mouth. It will make everyone happy, and it's for your own good too. Művelt vagyok, bazd meg. Mommy, I just want to be with you. Afrikai vagyok, bazd meg. Just two of us. Please understand. Oh yes, I see. Maybe mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Mommy? Mommy. Blup, 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 blup. Me flu. I was shocked to realize the talisman of Metatron was being used. In spite of the lost soul returning at last. Just a little longer and all would have been for naught. It's all because of that man. We must be thankful to him. Even though Alessa has been stopped, his little girl has to go. What a pity! Freeze! What in the devil's name? Pew pew. Dahlia. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise. My daughter will be the mother of God. What? Ah, lucky. Quit screwing around. Return things to how they were before. Kaufman! Did I ask for this? Nobody uses me. You won't get away with this. Oof, man. Your role is over. We don't need you anymore. What do you think you can accomplish by coming here?
My, aren't we getting cocky? Bet you can't see this and keep your cool. A glove it is! I thought I got rid of that! All I had to do was plant it somewhere and you were fine. You all? Well, guess ketchup. Ha! You're easy. And there's more where this came from. Ah, lesz az allergiás ketchupra, úgy néz ki. Igazán faszos, igen, ez én is erre gondoltam. Na csak, valaki nagyon faszos. Aki nagyon faszossá válik. Ilyet nem mondunk. Aj, maj, you're getting cocky. Péniszes. Hát de cock, az csak fasz lehet. Cow. Cow. Jaj, ne. Ó, jaj. Huh? What the? Mia! Get fucked! Get fucked, Malfoy! Mondod? Én is akarok olyan villámokat szórni tudni. De az is, hogyha megbasz egy önvillámot. Amúgy igen, az lenne a legjobb. Hogy csak arra használsz, hogy megbasz magad. Mint ahogy azt oly sokan javasolják meg a vannak minden napokban. Leszünk, hogyha mindegyiket mellé fúrod. Elvileg már ide, már sikerülni kellett volna, de lesz, hogy csak gyenge ez a fegyver, mert általában ezt... Ha good endinget csinálok, akkor sniperrel csinálom, de ezt meg nem vettem fel. Csak meg lesz idővel. De jó, is ráérünk. Okay. Nice. Most a kislányunk itt van előttünk, és úgy néz ki, hogy... Aha. Úgy tetszik, hogy most bizony megszülte önmagát. Enegem?
Hát ha az ott te vagy, akkor igen. Lehet. Zsír. Akkor ki mondja meg, hogy nem? Hát senki. És ugye ez a hely összeomlana, ha csak nem a lesz, itt nem segít nekünk, hogy kijussunk. Alexa. KS. Alexa. 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 Understand Scottish accent. De jó annak a bácsinak. Vagy nagyon rossz attól függ. Hát jó. Ettől lesz jó vagy rossz szendik? Egyébként milyen a bácsinak? Kiváló. Mert ha nem mentettük volna meg, akkor nem... Nincs jó ending. Meg hogyha a nénit nem mentjük meg, akkor sem. Vagy hát, hogyha a bácsit megmentjük, akkor még lehet jó mínusz. Hogyha csak a nénit mentjük meg, ami kicsit könnyebb, akkor rossz plusz. Rossz mínusz, hogyha egyiket sem mentjük meg. Aha. De rossz mínusz az elég nehéz, mert akkor le is kell győzni nénit azon a lovas kör hintalófaszon. Akkor gondolom így a jó mínusz az az, hogy csak egy kicsit szar. A rossz plusz az, hogy csak egy kicsit jó. A rossz mínusz meg az, hogy kurva rossz minden. Aha. Nice. De a rossz plusz, a rossz minus ending az elég vicces. Plusz minus ending. Plusz program? Nem program, hanem programozó, nem? Vagy... Karakterprogram. Na, végülis így is működik. Hogy kiírta lehet... azt a programot. Nem, gondolom. Nem tudom, vagy lehet, hogy csak ilyen rövidítés jellegű, hogy... Ja, lehet. Nem fért ki, hogy programozom. Igen, sound design. Szóval van ez a dolog, hogy a második játékban volt ez a Pyramid Head nevű szörny. És te is látod, mi folyik ott a kép alján? Mi a fasz? Kép alján? Vagy miért?
Hát a következő vége, új plusz vége, vagy mi az új játék plusz vége egyszer. És itt van egy ilyen kis easter egg, hogy itt lecserélték a feleségét Cibőre. Tehát két intro videó van, hogyha megcsináltad a játékot, akkor abban a kis videóban az elején most már Cibő van, nem pedig a felesége. De menő! Ezért van két intro file. Be akarom tölteni azt a mentést, és meg akarom nézni, hogy megint kiakad-e az átvezető, mint ami az előbb kiakadt. Kb. 10 perc kell, hogy oda eljussak szerintem. Mi az idő? 18.55. 19.03? Már annyi? Más időzónában vagyunk. Én nem tudom, lehet, hogy nem jól láttam. Ja, igazad van, igen, 19.03. Jó, oké. Hát figyelj, hogyha gondolod, mert nekem csak igaz gyorsan annyira sem. Nem sürgős, egyébként 9-re megyek, csak ja? Azért mondtam 7-et, mert hogy úgy biztos lesz időm összekészülni meg ilyenek. Vagy tudod, ilyenkor izé magamat is így rá kell venni, hogy neki fogjak készülődni meg ilyenek, aztán ez mindig idő. Ja. Inkább én bővebbre szoktam hagyni. Nem tudom, hogy akarok-e étkezni még, vagy ne feszkedjen. Tarakj valamit. Ez is lehet, hogy csak a városba bemegyek valahova. Baszom. Vagy hogy venni valami kaját útközben? Hát ez mindenképp jobban hangzik, mint itthon összedobni valami. Igen, vagy meg az, hogy abban nem kell annyi energiát. Mert most még nekiállok, még csinálok kaját, még eszek. Minél több energiát belőle, az ugye annál több kaját kell enned, és így meg, hogyha valaki más megcsinálja, akkor kevesebb kaja kell. Harry! Ahogy igen. Ahogy igen. Ja, igen, egyébként, hogyha ugye most beszéltünk az átvezetőben Lissával, visszajövünk, és már nincs is itt. Pedig mondtuk neki, hogy maradjon itt. Eltűnődött. Mert megtanult despawnolni. Megtanult az ősi despawnolásnak a nemes tudománya. Amúgy ezt sokszor én is nagyon szeretném. Arnold tud. Ő szokott rendszeres, hogy hát elég gyakran előfordul. Én nem tudok ráérezni, valahogy nekem nem. Nekem sem jött még össze. Főleg, hogyha örökre despawnolsz, az milyen jó. Igen, azt adnám. Arra mondjuk van ötletem, hogy hogyan kell, csak társadalmilag a kisebb elismerést nem csába már. Az Isten, miért nem akar rácélozni? Nem tudom, mi a fasz van ezzel a verzióval, teljesen. Valami nagyon nem stimmel ezzel a PAL verzióval. Valami nagyon furcsa teljesen benne. Tehát így nem akar egyszerűen rácélozni, az is kibaszod. Nézd, Mojlap kéne. Moi. Yeah, moi. Kibaszott moi lepkék. Keci szapó. Ha bármivé reinkarnálódhatnék, akkor szerintem egy félig megevett moi lepke lennék. És az életed 90%-et azzal töltenéd, hogy egy... Hogy félig meg vagyok evve. Egy lámpának akarsz neki ütközni folyamatosan. Ja. Így is azzal töltöm. Hát, hogy molylepkék azért csinálják ezt, meg ilyen, az összes ilyen bogár, meg repülő szörnyeteg, ami ugye mindig a lámpáknak neki akar menni, csak rájönnek, hogy ők... kurva ostobák. Rájönnek, hogy ők mik és végeket akarnak neki vetni azonnal. Amúgy igen. Állítólag a hold miatt. A hold miatt? Aha, mert amikor a vadonban, itt természetes élő helyükön, vagy természetes életkörülményeik között, ugye ők így vándorolnak, meg ilyenek, és a holddal tájékozódnak. De ugye ők nem ismerik föl, hogy az a hold, hanem ők csak annyit tudnak, hogy ez egy ilyen fényforrás. Ejaha. És azt hiszik a lámpára, hogy... Tehát úgy jutnak vissza, hogy egy adott szöget zárjanak mindig be a holddal. Mm. És onnan tudják, hogy merre kell visszamenni. Mm-hmm. És mivel a lámpa ugye közel van, ezért csak úgy tudnak adott szöget bezárni vele, hogy így... Nem tudtam arra. Jó, hasonló. Ja.
Nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Valahol ezt olvastam, és így elkönyveltem, hogy ja, ok. Azt érted, itt bántjuk az ilyen különböző bogarakat, meg rovarakat, hogy milyen ostobák. Ezt egy sima kaja beszerző körútnál érted, ők színusznak, koszínusszával, meg fejbe a holdra. Addig oké, de miért tájékozódnak a hold alapján? Tehát a hold az egyrészt mozog, másrészt meg más alakú néha, néha nem is látszik egyáltalán, tehát nem feltétlenül szolid ez a megoldás szerintem. Hát nem. Nem tudom. Már ostobák? De akkor mégse, tehát akkor mégse annyira okosak, mint mink. Hát, nem. Okosabbak vagyunk, mint egy molylepke vajon? Én nem biztos, a többi ember lehet. Én, nekem még ezek az önök fenntartásaim. Kellene egy ilyen tévéműsor is. Okosabb vagy, mint egy molylepke? Mint volt az az okosabb, vagy mint egy ötödikes, és csak egy ilyen moly lepke van ott a stúdióban, és be kell bizonyítani, hogy okosabb vagy nála. És nem sikerül. Senkinek nem sikerül. Ez egy nagyon okos. Hívnánk ilyen, ez egy ilyen, majdnem azt mondtam, hogy kultúrát. Neon, de nem neon. Nobel-díjas moly lepke. Neon moly lepke. Hát neon semmiképpen nem kultúrát, meg okos, meg... Tehát így... Viszont moly lepke. Apád nagyon ügyes és okos, és te semmiben sem hasonlítasz rá. Hogy van ez, nem tudom. Hogy... Nem tehetséges és... Vagy... okos és tehetséges. Ja, nem, jaj, azt azért mondja, morfológus mondja... Horváth Jenőnek, hogy az apád az bizony... Mert ugye ő az anyja. És ő mondja, hogy az apád az bizony egy ravasz, okos, mit tudom én, milyen... Nagyon ügyes, okos és ravasz. Te szerencsére semmilyen szempontból nem ütöttél rá, vagy valami... Nem tudom, valami, hova. Valami hasonló. Nem tudom. Meg kell megint nézni a vektort, azt úgy érzem, mert már rég nem... Na, és ha már fel sem tudjuk idézni, akkor muszáj. Mert az a baj, hogy nekem van egy ilyen tulajdonsága az agyamnak, hogy az indokolatlanul nagy fasságokat kitörni. Hát az nem feltétlenül rossz, nem? Most ennek nem, lehet, ez... hogy az, de... Hát inkább úgy mondanám, hogy van, amikor jön, és van, amikor nem. Mert akárhányszor megnézem a vektort, így kiégeti az agyamat, kiég benne ez a relé, és így törlődik. Amikor megnézzük majd. Elfelejtem. Hamarost. 8K-ban. Ja. Digitálisan felújítva. Moziba. Béreljünk már ki egy moziba. Jó. Mennyire kerülhet ez? Drága sos? Hát nem biztos, hogy a legolcsóbb, de valami szírszer projektort hozunk, hogy legalább az arra ne kelljen költeni. Kurva fasz. Mentek egyet a hajón, hogy gyorsan hozzá lehessen férni az át. Ja nem is a hajó, lehet menteni a... Ja faszt! Lehet menteni... Ah, bazd meg most, tehát azt hogy megint meg kell csinálnom azt a hülyezőt. Majd mentek a Vidán Parkban. Az átvezető előtt akarok menteni, hogy megnézem, hogy megint kiakad-e. Mert nem tudom, hogy most ott a mint hogyha a felirathoz lett volna hozzákötve az átvezető is. És nem, vagy kifogyott az átvezető, de a szöveg ment tovább. Nem tudom, fura volt. Hát lehet, hogy valami baki van. Lehet, mert a felirat az váltott, meg a hang is jó volt. A hang az ment tovább, igen, de a maga az átvezető kifagyott, tehát hogy ott meg kellett volna mozdulnia már Lisának, és a felirat meg ismétlődött, tehát hogy elkezdett ismétlődni a felirat valami roknál fogva. Ott van a válasz, ő egy okos, ravasz és nagyon intelligens ember. Szerencsére te, Neon, nem hasonlítasz rá egyáltalán. Azaz. Nem, hazudsz.
66, ne vannak hív. A felhívják őt, és akkor kész a műzli. Kész a műzli. Ki mond ilyen? Ki beszél így? Kész a műzli. Na, én szeretem, mert mindenféle játékok meg matricák vannak benne. Arra gondoltam, hogy valószínűleg lélekben 6 évesek vagy. Ez lehet. Vagy bőven, bőven meg lehet, ja. Amit nem baj, csak ellenben igaz. Sybil. Nem csak 6 éves, hanem kurvára éhes is ez most. Amúgy én is tudnék enni. Azután jobb ez a bálok. Elég is szenvedek emiatt. Mit ettél egyébként? Egy ilyen... szószos tésztát. Szószos mit? Ez tésztát, van a... azt a maggi. Ja. Ilyen zacskós, ilyen szószos. Szószos? Maggi? Ah. Ne fesz. Ja, ilyen... paprikás... magyaros szósz jellegű... Igen. Rófesz. Milyen ebben még sose láttam. Legalábbis nem rémlik. Szerintem ennyi, hogy paprikás, vagy nem tudom, mert van a Knorrnak is, és az a kettő közül az egyik magyaros, a hát a Knorr az nem egy magyar cég, úgyhogy valószínűleg nem a Knorr. Nem tudom. De azt hiszem ez ilyen annyi, hogy tészta paprikás szószba, nem tudom. Nem tudom, én múltkor ilyet láttam, volt ez a... meg is próbáltam, igazából nem volt olyan rossz, mint amire számítottam, volt ez a... gulyásleveses tészta. What? Milyen márka volt ez? Na, ez egy ilyen... viszonylag ismert fűszermárka. Csináltak húsleveseset is, meg van egy gulyásleveses, de csak úgy, hogy tésztát raktak bele, tehát ugyanúgy, mint egy sima húsleveses tésztás levesnél, csak gulyás alap volt, ami érdekes. Nem jut eszembe. Ilyen narancssárga zacskós, melyik bárka az, nem tudom már. Sybil hasn't come back. Hirtelen nem tudom most. Tehát ilyen narancssárga fűszer márka, nem tudom, hirtelen. Aki tudja? Magyar márka név? Talán. Ja. Milyen fűszermárkák vannak? Nem is tudom. Mit tudom én? De ilyen narancssárga zacskós. Nem jut eszembe, az meg. Dr. Ötke. Kotányi? Nem tudom. Nem hiszem, hogy Kotányi, nem. Nem érnék az a logó. Nem tudom. Írd be azt, hogy zacskós gulyásleves, vagy valami ilyesmi. Vagy zacskós tészta gulyásleves, vagy valami, és hát ha megtalálod. Zacskós gulyás... Nem tudok írni, geci. Zacskós gulyás tészta... leves? Aha. Delikát? Delikát, az volt az. Mondjuk az piros, de... Piros? Ja igen, piros, igen. Az lesz. Delikát. Aha, igen, igazad van, piros. És ez leves vagy tészta? Leves. Tésztával. Hát ilyen bögre olyan leves. Aha. De úgyhogy rendes tészta van benne. Mint a simán ilyen tyúkos leves és zacskós leves veszel az, hogy az a tűzben az a tészta van benne. Érdekes kombináció, de nem ez volt olyan rossz, mint amire számítottam. Nem tudom, mert nem tudom most, nem tudok most ránézni. Pillanat. Már is rátekintek. Tök. Ja, ez az. Ebből én a paradicsomlást kóstoltam, az nem rossz. Fúj, nem szeretem a paradicsomlást, úgyhogy nem kell most. Annyira én sem, de ingyen volt, úgyhogy
úgyhogy kurva jó volt. De a húsleveses nem olyan vészes. Nekem nemrég volt ilyen, ezért hoztak, az egész jó volt, és természetesen eltűnt azóta. Egész eltűnt volt, egy nagyon-nagyon fokhagymás húsleves volt. Fasz, ja. Ez a Thai Chef, azt hiszem az volt a márka neve talán. Thai Chef? Aha. Nem hallottam még, lehetséges. Ja, Thai Chef márkás. Volt nekik izé is, tomjam, meg húsleveses, de húsleveses sokkal jobb volt. Tomjam nem szeretem annyira, ez nagyon savanyú. De a húsleveses az egész jó volt, nagyon fokhagymás volt. Aha. Néha még raktam is bele fokhagymát, és hogy még fokhagymásabb legyen. És akkor azzal együtt tudod megfőzni. Miért mindig olyankor tudunk csak kajáról beszélni, amikor kurva éhesek vagyunk? Hát így legalább segít dönteni abban, hogy mit akarsz enni, meg ilyesmi. Szóval ja, az sajnos. Már egy ideje ott tartok, hogy kurva mindegy, csak kaja legyen. Ja, én is jó éhes vagyok mondjuk. Na most jó, leszopattam magamat, mert amúgy itthon nem nagyon maradt már kajám. Viszont ha megrendelek, akkor ugye később tudok elindulni, ami nem jó. Majd viszont kint veszel valamit, hát most ne. Hát de akkor meg addig ki kell bírni, amíg odaérek. Nincs valami macska kaja egy kicsit? Darab, kicsit nem, macska kaja. Nem eszem meg. Ja, túl jó ez neked mi? Amúgy igen. Hát tudod, hogy milyen kajákat teszik ezek a kis buzi? Ilyen lazacos, meg ilyenek. Hát a faszom. Ah, titik. Mi? Mármint, igen. Oha, csöcs. Itt van az átvezető, nézzük, hogy megint ki. Van olyan ending, ami meg lehet baszni? Lisa. Remélhetőleg van. Van a mentő autó ending. Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. But nothing really unusual down there. But while I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there. But I can't quite remember somehow. What was it? How would I know? Harry, help me. Oh, no, no. I'm so scared. I can't take this. Itt fog kiakadni, ezt akkor azt hiszem itt akad ki valahol. Csak ez csak átmeneti, igen. You're in shock from when you were not dead. Idővel menni fog, ne aggódj. Még sokkos állapotban lehet az állulásod miatt. Az állulásod miatt. Harry, segíts! Teljesen kész vagyok, nem bírom tovább. Wait, where do you think you're going? Aha, itt kiakad valamiért. Aha, most meghalt, ja. Elpusztult. De mi a faszaja? És konkrétan szoflokkal a játék, és így adták ki ezt a magyarosítást. Nice. Tehát ami itt ideig jót mondtunk róla, az most mind megy ki a kukába, sorry. Hát, ezért akartam várni, amíg ezt még egyszer letesztelem, hogy most itt mi a fasz van. Hát úgy néz ki, hogy ez itt el van baszva. Úgyhogy, ami, hát nem lett volna rossz, ha csak nem itt nem akad ki a kibaszott játék, mert el van baszva az a felirat. Mondjuk az is közre játszik, hogy bal verziót játszol NTSC-ben. Annak semmi köze nincs hozzá, mindegyik átvezető tökéletesen működött ideig. Itt az a baj, hogy a gondolom a feliratokhoz vannak rendelve is így az átvezetők, és ezért kifogyott az átvezető. Tehát, hogy hiányoznak azok a feliratok. Tehát valami szöveg szerintem hiányozhatott belőle, és ugye ezt nem tudta lejátszani, és ezért beakadt maga a cutscene. Hát amúgy, ja. Szerintem el lehet nyomni egyébként, mivel itt tudtam soft resetelni is, tehát hogyha most megnyomom a start gombot, el tudom nyomni. Aha. Csak egyszerűen softlockolódik maga az átvezető is, és soha nincs vége. Hát ez eléggé fasz. Amúgy sok van még az átvezetőben itt? Hát nem feltétlenül sok, de már alapból ugye ismétlődött megint csak a szöveg. Aha. Tehát ott kimaradtunk egy pár sorból, meg hát ugye nem csak az, hogy kimaradtunk pár sorból, hanem még ott lett volna annyi, hogy fel kell, kimegy az ajtón, és akkor még Harrynek még van még egy monológia.
És azt így nem láthatjuk emiatt. Hát ez az elszapás. Ezt így, ez eléggé ki kellene javítani, tehát ez igen, ez... Még csak nem is egy olyan dolog, ami ilyen, hát jó, most egy kicsit szar. Tehát mondjuk, tehát azt nem mondhatom, hogy a San Andreasben volt olyan. Jó, mondjuk ez a játéktól is függ, a játék mechanikától függ. Tehát San Andreasben is biztos volt, hogy kihagytak sorokat, meg ilyesmi, de ott nem volt olyan, hogy mondjuk kifagyott az átvezető a felirat miatt. Tehát ez kicsit durva, de... De jó. Igen, mert legalább a játékot nem töri el, tehát... Az nem biztos egy hátrány, hogyha... És tudja, nem a patcheléssel volt a gond, meg ilyesmi. Tehát... Hogyha a játék teljes egész működik, és csak ez az egy rész nem, akkor mindenképp a fordítása van a gond szerintem, vagy a magával a patch-sel. Jó, mondjuk én ezt nem eléggé régen töltöttem le pár hónappal ezelőtt, nem tudom, hogy azóta volt-e új patch. A weboldal az valami halál, az egyszerűen teljesen használhatatlan. Tehát nekem vagy 5 percbe beletelt, mire megtaláltam, hogy hol van a letöltési gomb, mert egyszerűen minden ugyanúgy néz ki. Borzalmas. Mindjárt megkeresem megint, hát van valami patch frissítés. Nem tudom, ezt mikor szedtem le, az a baj. What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. Most arra lennék kíváncsi, hogyha átteszem a nyelvet angolra, akkor itt tovább fog-e menni. Amúgy ez egy jogos felvetés. Nem próbáltam. Jó volt annak a weboldalnak a neve, azt hiszem, hogy... Azt ki nem emlékszem. Silent Hill magyar ott is sas.jpg. Vagy miért? Köszönöm. It's only a temporary thing. Gyökér vagyok, nem tudom. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Hallani egy kis pattogást is, tehát így a hang is beakadt. Mert így még kéne, hogy legyen ez, azt hiszem, egy ajtónyitás hangnak, és az is be van akadva. Ha. Csak ennyit látni itt folyamatosan, hogy nagy veszekedések mennek, hogy az emberek panaszkodnak erre a fordításra. És alkotó meg. De ezért vagy összességében? Á, lehet, hogy leszették azt a weboldalt, vagy mi? Leszették volna a weboldalt? Még ahogy akkor leszettem időben. Mint hogyha eltűnt volna a magyarosításnak az oldalon, hogy rákattintottam egy linkre és 404-es hibát ír ki. Tehát akkor lehet, hogy lehet szedni ezt a magyarosítást? Ennyi volt? Hát... Nincs kizárva. Ha. Még ahogy leszettem, baszki. Hogy itt az a kérdés, hogy vajon egyébként meg visszajön-e? Nem, működik, várjál. Új weboldal. Retrohun.hu Retrohun.hu. Ez az oldal egyszerűen, fú, de utálom ezt a dizájnt, egyszerűen... Rettenetes, navigálhatatlan. Hol van? Azt mondja, hogy... Mire kell itt rákattintani? Ez egy katasztrófa ez. Oké. Hol lehet megnézni a kibaszott Silent Hill-es izét? Leszették a Silent Hill... Vagy mi? PlayStation 1. PlayStation 1. Elérhető honosítás. Nincs egy darab se felrakva. Leszették a Silent Hill magyarosítást ezek szerint. Tehát nincs, hogy nem, hogy nincs hozzá patch, hanem levették a weboldalról. Erről a retrohun.hu weboldalról ezt már levették, tehát ez már nem elérhető ezek szerint. Trassz. Hát akkor még jó, hogy leszettem időben, zsír.
És akkor ezek szerint javítva sem lesz. Mikor töltötted ezt le? Jó kérdés. Szerintem úgy... Hogy kell visszaállítani? Nem, mindegy, majd mindjárt visszaállítom. Mert van ebben a rohadt, ezért egy ilyen scanline-os fasság. Nem tudom, hogy kell visszaállítani. Ah! Nem akar visszamenni, jó, mindegy. Látjuk át angolra, nézzük meg, hogy úgy működik-e. Megtaláltad? Na. Mit? Akkor ott van a link. Akkor ezek szerint meg is szedték le. Csak valamiért az oldalon nem tudtam megtalálni, nincs a PS1-es játékok yeah. között. Harry. Pergame.php. Lisa. Nice. What happened? Hogy kell ezt a szart visszaállítani? Nem igaz. Harry. Nem tudom. A kurva isteni, de utálom ezt a szájba baszott, kibaszott szart. Bocs! Jaj, bocsánat. Ugye őrültem. Ugyan indítom az egészet, a fasz ki van, mert nem tudom visszaállítani ezt a fos, mert a rohadt kurva anyját, hogy ugyanazt a kibaszott gombkombinációt használja a cyberbaszott in-game reset, mint hogy átállítom azt a fost. Sábasz. Mi ez a link? Nézem csak. Ah, megvan, aha. Jó. De mondjuk... Igen, kicsit át lett alakítva ez az oldal. Faszom, nem megyek sehova, alszok inkább. Hova kéne menned? Nem megyek egy ismerősömmel találkozni. Faszom, megvan egy otthon. Egyenged, hogy inkább alszok. Hajrá. Nem amúgy. Jobb ötletnek hangzik. Elég láttam. Meg tudod, izé, küldtek pénzt, azért most ezt gyorsan el kell költeni. Nehogy izé. Ja. Nehogy még a végén egy picit felelősségteljes felnőtt módjára viselkedjék. Ez undorító és kusztustalan volt. Ezt kell állítanom majd ezért a külföldére megint. Bazd meg, nem lehet. Kurva életbe. Csak a menübe lehet, várj. Hogy kell kilépni ebből? Jaj, megint. Mit el fogom baszni? Vagy nem basztam el? Remélem nem basztam el. Átállítom angolra. Vagy olaszra. Nézzük, hogy jó-e. Olaszra, azt mondjuk adom. Olasz nyelvterületen. Na nézzük, hogy most kifagy-e angolul. England ül. Hol a faszban van ez a szar? Sose találom meg, mert ezt... Általában csak glitchel itt skippelem ezt az egészet, de sajnos ezt a rohadt magyarosítást nem lehet NTSC verzióra rárakni, mert szétbassza. Megbassza! Megbassza, megbassza! Bocsánat. Na nézzük, akkor magyar vagy mi az angolul.
figured you'd show. Harry. Lisa. What happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement. Even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. But nothing really unusual down there. Szerinted így jó lesz? While I was down there, I got this weird feeling. Nem tudom. Like I'd been there before. Deep like something sincs. Happened there. But I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. Helytlesz. I can't take this. It's only a temporary thing. You're in shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. Nem, megint rossz. Mi a fasz? Don't understand. Mi a fasz? Valami nagyon el lett baszva. Where do you think you're going? Valami nagyon el lett baszva itt. What? Valami nagyon-nagyon el lett itt kurva. Pedig én azt a progit is használtam, azt hiszem, amit küldtek hozzám, és mert volt hozzám, ami patchelő program, azt hiszem, azt használtam hozzá. Sima, lehet, sima hogy... egy esetleg kitöröltek valami olyan fájlt, amit nem kellett volna? Lehet, nem tudom. És ahelyett, hogy összeomlana teljesen a játék, nem teszi ezt, hanem csak simán nem tudom. Skippeli ezt a fájt, de nem. Nem tudom, annyi, hogy ugye nem CD-re raktam, tehát mégis nem tudhatjuk biztosra, de szerintem ez ugyanúgy CD-n is szar lenne, tehát még jó, hogy nem írtam ki CD-re. Na mindegy. Összességében, nem tudom, mit mondjak róla. Láthattátok az egészet, hogy milyen. Ilyen. Úgyhogy, köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy itt voltál, Ed. Köszönöm szépen a meghívást. És mindenkit akarod a jobbra spicsába. A kurva anyátokat. Így van.